Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hol a Laci, gyerekek? Sziasztok, jó reggelt. Hát ezt a kérdést úton van. Hiányzik? Úton van. Aha. Adjunk neki ajándékba egy ébresztő órát? Vagy egy pontos időt, hogy mennyi az idő? Kidobott pénz. Kidobott pénz, hagyjuk itt. 8 év után, vagy mióta? A műsor szerkesztőjét keresjük éppen, hogy így miért nem tud ideérni most már szinte minden nap, amikor kezdődik ez a műsor. Lehet, hogy kávét főz neked, nem? Csak mindig elfelejti behozni. Itt van ő mindig. Nem csak... voltam most a szerkesztői szobában, onnan jött Jani is. Ott nem volt. Ott nem volt. Hello, Juli, puszi. Lehet, hogy később a kontaktlencsét és őt keresgélte valahol az asztal mögött. Tessé? Egyébként lehet, igen. Hol lehetett a kontaktlencsét? Valahol. Aj, ide fordítod azt a telefont, Jules, nekem köszönöm. Be van állva a jobbra a nyakam, itt már annyit kell jobbra hátra néznem, hogy... Nem mondod. Jobbra, de mert nincs tükröm a jobb oldalon az autóban, mert levittem egy tükröm. Nem áll. És be van állva, állandóan fordulok hátra, és meg kell rendelnem azt a rohadt tükröt, és még és két nap ideidél, és ez már szinte beállhanyad. Azért ezen nem menjünk csak így el. Hogy tűnik el az emberi jobb oldali tükre? Ahhoz... Hát az úgy tűnt el, hogy egy ilyen szűk utcába mentem, és nekivágottam egy ilyen, nem tudom, hirdető osztop, vagy nem tudom, így állt a szélén, ezen vagy nem postaládaszerű valami. Paf, így visszahajlott a tükröm, levittem. Vagy hát az, ő vitt el az én tükrömet. Nem hajlik befelé? De behajlik, csak túl nagy volt az ütés. És kiesett, és én azt hordoztam azt a lapot, és aztán nem mondták, hogy nem tudják visszatenni, rendelni kell egyet. Uh-huh. Jobb oldalon nincs tükröm. Viszont magas a hátsó ülés, és ezért állandóan néznem kell hátra, gyűlölöm. Úgy vezetek, mint egy ilyen izé. Egy béna, aki nem bízik a saját tükrében, és ezért állandóan figyelek hátra. Nem lehet visszatérítséget előszalagozni? Hát ezt nem akartam ilyen nagyon módon. Annyira menő lenne. Van egy haverom, aki mindent, de hogy a lökhárítól leszakad, azt is. Mindent az égvilágon. Lezúzza véletlenül az egyik fényszórót, a búrát úgy ragasztja vissza, hogy szigetelő szalagos, fél évig, egy évig azzal jár. És lehet, nem, hogy nem tudna megoldani. Nem az iparival, a barna ipari szigetelő szalaggal. És néha az autó úgy néz ki, mint hogy egy gyerek rakta volna össze a hétvégén. Ezt nem akartam, úgyhogy tükör nélkül járok a jobb oldalon, de már megrendeltem. És utángyártott nem jó, mert valami eltört benne, úgyhogy eredetit kell bele tenni, és akkor azt most meg kell jönnie, és akkor most várom. Olcsó is lesz, és jó is. Úgyhogy most már várom, hogy legyen tükröm, most egy hónapja így járok, és utálom. Utálom, hogy mindig van valaki ott a holtsában. Rakd be egy ilyen kis kézitükröt magad mellé, mert ugye, és így ezt tudod forgatni. Az jó megoldás, szerintem. De magad mellé is kicsit le tudsz vele nézni. A múltkor kaptunk egyébként ajándékba két selfie-botot, az egyikre szépen fel tudod erősíteni, és úgy kidugom, hogy magad a jó oldalt. Letekerem a jobb oldalt az ablakon, de lehúzom, és egy kis kidugom a tükröt, és nézem, hogy jelen valaki. Ha másik oldalon leviszed, oda is elér, mert legalább 2 méter hosszú. Leengeded mind a két ablakot. Megvan mindenki. Jobbra-balra mindenhol megvagyunk. Egyébként ez nem egy rossz ötlet. Én megszereztem a jogosítványt, akkor ez nagyon régen volt, 87-ben, akkor még nem volt jobboldali tükör semmin. Nem, akkor még nem, akkor persze, még nem volt, és képzeld, de nekem a szemem, ugye nekem a jobboldali szemem a rossz, tényleg? És nekem beírták a jogosítványomba, hogy a jobboldali tükör felszerelése kötelező, és hogy apám nézte ezért, 1-2-es ladánk volt akkor, nézte a papírt, elmennek ezek a... Mm-hmm. Honnan szerzek én egy jobboldali tükröt? És aztán kellett rakni plusz. És kellett, igen, mert se egyiken sem volt. Honnan szerzek egy jobboldali tükröt a kommunizmusban? Hát akkor még az volt, érted? Csak baloldal meg középen volt, és nekem úgy lehetett vezetni, hogy jobbra föl kell szerelni. Tényleg. És akkor az öreg valahogy megoldotta, hogy valami balost átfordít, nem tudom már, hogy csinálták, és akkor így lehetett vezetni vele. Ezek valamiság már ilyen felfoghatatlan dolog, nekem ez már totálisan kijött a fejemből, nincs. De tényleg, hogy a most, ahogy mondod, a mi 1500-ösünkön sem volt. Nem volt. Hát jobboldali tükör az nem már Isten volt. Ha volt, hát nekem a kispolckiban talán oda egy ilyen fölragasztottál valamit, és az már akkor jó volt. Vagy ott már lehet, hogy gyárilag volt, de régen az 80-as években nem volt se Trabin, se a ladákon. És egy nagy középen, ugye? Hát ez, aha, ez hát az nagy, óriási nagy. Nagy, nem. Hát a nagy az már úgy volt. Ekkora volt, egy ilyen nevetségesen pici kis tükör volt, és utána bejöttek ezek a mindenféle kiegészítők már, amikor már kezdtek működni a GMK-k, és akkor felgumizhattál a hátsó, a középső visszapillantóra egy ilyen iszonyat nagy, széles, majdnem ilyen rendszántábla vastagságú, meg hosszúságú tükröt, és akkor mekkora király voltál.
Igen. De jók voltak. Fölraktad a nagy tükröt, igen. Hát csomó embernek még most is van, akinek kicsi a tükör, vagy úgy érzi, hogy igen, nem lát bele, vagy nem elég neki, az fölrak egy ilyen nagy hosszított, ilyen kocka ladat. Ha igazán menő voltál, akkor digitális óra volt a sarkában. Jó, az üveg alatról jött, vagy hőmérő. Igen. Hőmérő digitális óra. Na jó van, megint öregek vagyunk. Ja. Na, hát igen. Sok gigantikus tőke erős családi vállalkozás nőtt ki ezeknek a termékeknek a forgalmazásából, akkor megjöhetne már ez a tükör. Mindenkivel minden rendben, jó volt a tegnap. Mindenki napozott, nem, egyáltalán nem volt jó. Na, mi jutott, ugye? Mi jutott? Napozhattatok? Én bennültem a kórházban, mert anyám bekerült a szívkórházba. Nincs szerencsére nagy baj, hogy lejárt a pacemaker, és cserélni kell hamarosan. De nem lesz egy tök normális dolog, de ha nagyon sokat beszéltünk kórházi állapotokról, és én direkt úgy mentem tegnap be, hogy a mamának benne kellett lenni egészen délutánig, nem tudtam tegnap hazavinni, úgy volt, hogy már vihetem, de nem, hogy mondom, felderítem, hogy igaz-e minden egyes kórházra az a hír. Múltkor beszéltünk ott, hogy nincs WC papír, nincs kéztől, nincs semmi. Hát figyelj, itt a Gottszégen György szívkórház, nem tudom, mit csinálnak, de kéztörlő papír volt a látogatói WC-ben, WC papír volt minden izé. Előre bejelentkeztem, akkor tudjuk. Nem. Lehet, hogy Úgy, hogy elmondja. Úgyhogy nagyon rendesek voltak, viszont a látogatói állomány, az gyerekek, valami fantasztikus. Elmentem a büfébe, még a mama bent feküdt a vizsgálatom, mondom, iszom egy jó kávét. Jött egy kismama mögöttem, egyébként már anyuka az egyik gyerek bent volt a vizsgálaton, a másikat, egy csecsemőt, vagy egy kisgyereket meg tolt baba kocsiba, és mondom neki, hogy gyere elém nyugodtan, én ráérek, mert mondom, anyám még legalább 2 óráig bent van, gyere nyugodtan elém. És közben érkezett egy harmadik ember, egy ilyen 50 körüli férfi, aki beállt a másik irányból a sorba, a büfés néni mindezt nem látta, vagy büfés hölgy, megfordult és megkérdezte, hogy ki volt itt először, akkor kérem jöjjön. És a csávó minden gondolkodás nélkül odalépett, és elkezdte mondani, és mondta neki, hogy ne haragudjon, hogy elém áll, arra pont teszek rá, de hogy itt van egy anyuka, az egyik gyereke itt van a babakocsiba, a másik benne a vizsgálóba, hogy nem jut eszébe. Nehéz nem észrevenni a babakocsis kismamát. Igen, marhára nehéz, plusz nem lehetett nem észrevenni, hogy mi ott álltunk, érted? És akkor még ott mondott valamit, hogy de ő a másik irányból jött. Uh-huh. Mondtam, hogy ezt viszonylag kevés, tehát hogy nem nagyon érzem indoknak, érted? De hogy ez a másik irányból, nem is értem, hogy egy másik. Hát a büfé pulthoz, ja, oda lehetett állni jobbról. Azt hittem, hogy cipzár el van. Több helyről állt be, igen. Igen, és hogy ő az első fog ebben a dologban, és akkor mondtam, hogy tulajdonképpen ezt a szegény lány is mondta, vagy anyuka is mondta, hogy nem ér ennyit az egész, mondom, de szerintem meg marhára ér, mert ez tukkóság. Tehát érted, hogy én előre engedem az anyukát, ő meg beáll mindenki elé. Egy, jó, mondjuk picit feszült voltál a pacemaker miatt is. Egyébként benne volt nyilván. Maga még mit néz? Ezt maga el a fogdalt a zsömle. Ne, nagyobb kedves volt. Nincs csak is mindjaj! Nem beszélek így büfésekkel. Fagyálok meg, most cserélek pacemaker! Még nem cserélik, van egy hónapja. Ez megvan, hogy lejár a pacemakered. Hát az is de, milyen. De ez mit olyan, ami lemerül benne a varta? Persze, hát benne van a varta, ami... Ebben még lapos elem van. Igen. Lapos elem, vagy a duracell? Igen, mert nincs. Lemerül. Hát nincs benne egy ilyen töltő dolog, hogy mit rádugod anyád a testét a connectorra. Kicsit ilyen neós. Tudod, tarkó. Itt közben a tarkóba bedug. Hogy töltöd éveken keresztül? Sehogy. Az magától? Van benne egy elem. Ki kell feküdni a napra velem. Nem, valahogy az csak töltődik, egy elem nem bírja egy évig. Hát ez folyamatosan működik, az nem erül. Ez nem folyamatosan működik, ugye nézi a szívet, amikor ritmus zavar van, ő akkor segít be. Ja, hogy addig alszik. De mondjuk így nézi is, tehát lehet, hogy a vizsgálat maga is izé az elem. Hát ez egy 6-7 évet bír egy ilyen szerkezet, és amikor érzed, hogy kezd lemerülni, tehát már... De várj, igen, ez olyan fura, hogy érzed. Tehát, hogy nincsen nekik valahol ez így lementve, vagy hogy mit tudom én, hogy van egy sorozatszám, és akkor a sorozatszámhoz tartozik egy ilyen, mit tudom, egy szavatosság idő. Igen, lejárati dátum, hogy ezt neked kell figyelni, hát amikor persze, kicsit belassulsz. Hát ez megint a felelősség áthárítása, hogy valami... Mama, alszol? Mama! És akkor el kell vinni. Én nem életszerű, hogy van, nem tudom, hány 30 ezer pacemaker, és egy Ilonka ott ülben 42-26-os jöjjön elemcserére. 26-os, 44-es, egy hónap múlva varta elemcserére. Én a másik irányba láttam azért ez így kevésbé életszerű, hogy ez valaki neked figyelje. De jársz hát évente kontrollra, megnézik, és akkor van egy ízét, tudod, az a piros zöldség, hogy még zöldben van, akkor még 2 évig jó pirosban, már sem.
De tök normális, tök normális. Tegyél ide a bal között, tegyél jobbat, zöldöcsig? Igen. Piros, jújúj. Hát hogy cserélik, azt kiveszített, fölnyitják, ilyenkor kiveszít. Jobb cicit fölött van a zseb, így nevezett zseb. De ez a bőrbe van bele arra. Persze, tehát nem egy ilyen izét kell. Bent van, ez bent van a szervezetedben, és akkor azt átvezetik a szívedbe van a kis elektróda, ami beavatkozik, hogyha baj van. Bámulatos az orvostudomány egyébként, bámulatos. És úgy olvassák le, hogy van egy ilyen egérszerű szerkezet, körülbelül ekkora, az be van dugva egy számítógép, és a doki ide teszi a mellkasodra ezt a cuccot, és minden adatot leszed a gépről. Bocsánat, ide. Igen, köszönöm szépen. Igen, csak jobb oldalon nem találsz. Fordítva néztem. Fordítva néztem, igen, és ha akkor a doktor a másik oldalon nézte, akkor... Lehet, hogy nem is járt le, hogy nem pacemakere. Szóval így leolvassák az egészet. De döbbenetes a dolog, úgyhogy van még egy hónapunk, aztán jövünk vissza cserére. De most ha följöttek, nem cserélik, ezt nekünk van egy hónap, használjuk ki az elemet a végéig, vagy ezt nem értem? Tehát hát gondolom be kell szerezni, azért ott nagyon komoly műtősorrend van, tehát rengetegen járnak, tudom, az nem úgy, hogy most de itt még nincsen ilyen, hogy akkor vigyen ő. Ja, ne, pacemakert? Nincs. Vigyen ő elemet és pacemakert. Hozzon készszörlőt, elemet, fertőtlenítőt és pacemakert. Szlensz és két zsömlét, egy parizert és némi kocka sajtot. Legyen szíves. Picit megkarcolodott a stetoszkópon. Nem mondom, nagyon rendesek voltak, jók a körülmények, a vendégek viszont, vagy hát vendégek, látogatók. Hát ez udvarias kérdés, ez egy akut probléma. Tehát, hogy én elhiszem, hogy az emberek sok esetben fásultak, rossz kedvűek, meg mit tudom én, de hogy nap mint nap találkozom ilyenekkel, nagyon fura. Lesz jobb, ha teszel egy ilyet, hogy tessék előre menni. Hát most menj, mibe kerül, semmibe. Tudom. Rá is érsz. Te reggelenként így összeszoktam futni itt egy fiatal emberrel, és egyszer-egyszer már előfordult, már csak legyintek rá, hogy így összetalálkozunk az ajtóban, ő hoz valamit, nem tudom mit hoz egyébként, hogy milyen, de majdnem minden reggel itt van, és akkor így, amikor az ajtóban találkozunk, akkor jelzem neki, hogy parancsolj, és így, gyere már! Tudod, az a arc kifejezés meg olyan mozdulat, hogy hát inkább ne, akkor ne is tegyél szívességet, mert tudod, jó, gyere már, tudod. Ne engedd előre. Hát akkor nem. Engem maradj le akkor. Akkor igen, persze. Ja, igen. Akkor úgy is tudod, hogy... Így van, hogy nem értékeli nagyon a figyelmességet, hát most ez van. Én nem tudom, nekem mindenki örül itt reggel, itt mindenki kedves, van egy néni, aki mindig megkérdezi, hogy milyen az autóm, hogy működik-e, hogy vagyok. Háj, de jó vagy. Nekem nincsenek ilyen tapasztalatai. Ma a biztonsági őrök kinyitották az ajtót előre. De tudod miért, hiszen akkor átugrassz a pulton. Igen, a pulton, de van egy néni, aki mindig elbeszélgetek, hogy ez most melyik autó, és hogy jaj, hogy vannak a gyerekek. Nincsenek ilyen rossz tapasztalataim, én nem ütközöm. Itt benne nekünk se. De nem itt kint valahol, tehát itt nem nincsenek undok bácsi, undok. Nem tudom, én valahogy itt mindig normális. Hányengeres ez Balázs? V8-as vagy V12-es? Hogy jól húz? Azt mondják, ezek a dízelek nem gyorsulnak. És ha véletlen Viki autójával jövök, akkor mindig megdicsér, hogy milyen szép az autó, gratulálok. Mondom, nem, vagy vala kölcsönautó, nem az enyém. Mi nagyon szép, gratulálok. Mondom, nem, holnap már újra a sajátommal jövök. Minden van, elbeszélgetünk, és megvitatjuk az élet nagy dolgait. Én nem akadok bele ilyen dolgok. Lehet, hogy ez van közös témátok. Hát mi nem autó. Én nem találkozok ilyen. Lehet szereti az autókat. Igen. Mit szólsz az új Teslákhoz? Hát lassan már sorozatba gyártják. 10 millió halat is hozzá lehet. Unokának egyet. Nem. Hogy Géza lesz. Mi van a perselyünkkel? Van valami előrelépés? Semmi, ott árválkodik, de nem kaptunk ajándékba egy perselyt, azt beraktam oda, mondjuk, hogy a helyére, hogy így a hiánya ne fájjon annyira. Köszönjük, de most egy üres perselyem, sokra még van, én többet nem dobok be a csúszásért, meg semmiért, én nem gyűjtök másnak újra. Tehát ennek már nem futunk neki ennek a projektnek. Én biztos, hogy nem dobok semmit. Akinek ötlenje van, az dobjon. Ezek után, hogy valaki már új nyaralót vesz. Semmi értelme. Most az érdekes, hogy a perselyt már mondjuk két napja, tehát pénteken vitték el, ugye akkor a két napja nem kaptuk vissza, remélem, hogy az értitek ugye, hogy az meg lesz. Hogy a persely visszakerül. Tehát de most mit csináljunk, tök mindegy, aha, már egy üres persely, nekem már az nem kell. Most egy kifosztott malac persely, hát miért emlékeztesse minket arra, hogy ez megloptak bennünket, érted? Hát akkor vigye el a perselyt, azt csináljon vele valamit. Páncélterem, nem? Én most mit csináljunk, hát egy üres persely? Hát most a szervnél van, nem? Igen. Hát ők csak visszaadják. Nagyon magabiztos volt a fellépése, gondolom hivatalos szerv volt. Te odaadtad egy bárkinek? Valaki bejött egy izével, egy csiptetős névkegy, de volt ilyen, hogy hívják ilyen belépő, meg ilyen csiptetős, ilyen akármi. Nem olvastam el, lehet, hogy az volt ráírva, hogy hogy hívják, hogy kenyérszállítás. Kenyérszállítás. Vigyel a perselyt, vigyel. Hát én a kenyérszállítók vagyok, nem baj. Ügyeletes bolos bálint általános iskola. Vizsgálják ki? Igen. Na,
Gyorsan megmutatjuk a tegnapi ismétlésünket. Mihálisz Norbival beszélgettünk egy kicsit. Rövid ideig történt ez a dolog. Torbit mi nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és nagyon jó futamot futott a hétvégén. Két harmadik helyen, így van, gyönyörűen. Elindította a versenyszezont, úgyhogy felhívtuk, megkérdezni, hogy mi a helyzet vele, hogy érezte magát az első hétvégén, milyen az autó, és egy kicsit röhögtünk vele, mert hogy Norbi jó arc. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán jönnek a hírek, és még a hírek előtt mondjuk, hogy lehet jelentkezni játékra. Hogy állunk, tegnapi volt? 1-0, az egész biztos, mert hétfő volt, de hogy kinek lett az nem egy... emlékszem én sem. Nem emlékszem. Nyertünk? Mi ja, hallgató, kihúzta az egy percet, így van. Tehát 1-0. És ma folytatódik a nagyon jó kis játékunk, ugye ne felejtsük el, hogy a labdarúgó Európa bajnokság döntőjére lehet majd nyerni jegyet, úgyhogy a hétfőtől péntekig, tehát 5 alkalommal kell válaszolni egy-egy kérdésre, mindenkinek nyilván jól kell válaszolni erre az 5 kérdésre, és közülük fogunk kisorsolni egyet, aki ott lehet majd all inclusive. Az EB döntőn, így van. A Párizsi EB döntőn. Na, mutatjuk a tegnapi beszélgetést, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 10 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt mindenkinek. Hát ez van. Hétvégére elromlik, persze. Elindul a szokásos nyári menetrend. Hétköznap jó, hétvégén elromlik, nem? Tavaly egész nyáron így volt. Ültünk bent a stúdióban, a munkahelyeden, és néztük, hogy ez igen, de jó lesz péntektől. Péntek, hidegfront, brutál hideg, aztán vége volt. Nem, tavaly nem volt rossz nyár, de valóban sokszor van ez, hogy hétvégére mindig elromlik. Na, nézzük gyorsan, mit írnak hallgatóink. Ja, bocsánat, Ákos a rossz hírhozóját sok kultúrában megölik egyébként. Na mindegy, igen. Csak a pozitív érdekre vagyunk kíváncsiak, Ákos. Mennyi SMS küldjek reggelente, hogy visszahívjatok? Hát... sokat. Ennél többet. Ez nem elég. Azt mondja, hogy... és jobbat. Sokat és jobbat. Nem érezzük, hogy nagyon akarnád ezt a dolgot. Igen. Érzem már, hogy kezdesz idegesen, de ez még nem elég. Még 100 naponta. Budapest 10. kerület Keresztúri út, fémtelep, lámpa miatt torlódás. Mindenki plusz 15 perccel számolhat. Mazsi küldte nekünk. Mosó-Magyaróvár elején, Győr felé pedig radaroznak. Ezt Attila. Tiuk gyávák vagytok, féltek jó játékba kikapni. Ha van bennetek bátorság, akkor engem hívjatok. 5 percig is kibírnám. Ebből igen, az évesen lettetek bátrabbak? Ezt kérdezi Ildikó. Igen, nincs, nem. Ezek a válaszok. Igen, hát remélem, hogy valaki olyat hívtunk azért, aki bátor, és aki jól játszik majd, mert hogy már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Viki vagyok. Viki, hello, mit írtál SMS-ben? Csak kíváncsi vagyok, hogy... igen. Ezt írtad? Igen, de visszaaludtam. Azt írtad, hogy igen, és aztán visszaaludtál? Fogalmam nincs, hogy mit írtam. Ja, nem tudod, hogy mit írtál. Aztán elküldi egy igent, és utána visszaaludtál. Ez érdekes lett volna. Viki, na, azt mondja, hogy bátor vagy egyébként? Igyekszem az lenni. Úgy olyan, mint amíg ébresztettünk volna? Tehát a világért sem akarunk zavarni, ezt hogy nagyon, egyébként ezt nagyon jól látjátok, mert elküldtem az SMS-t, visszahívott a Juli, és hát visszaaludtam. Na jó, tehát emberek százai dolgoznak azon, hogy adásba kerüljenek, arcoskodnak, keménykednek, 2 napja fent vannak, nem tudnak aludni, te pedig visszaalszol, miközben játékra jelentkezel. Hát ez... nem, azért tegyük hozzá, hogy én is próbálkoztam elég sokat, és írtam a cifrába SMS-eket írtam, próbáltam bedobni a poént, meg a jófejséget, meg a mindent, és semmi, most csak egy egyszerű SMS-t írtam, visszahívtatok, igazából én csak egy nyakbalkasztóra hajtok, de ha többi is van, akkor jó, mert valójában tavaly a balesetemkor kitört a slusszpulcsomról a nyakbalkasztó, és azt szeretnék. Milyen baleset van, mikor komolyabb, vagy nem annyira komoly? Kihajtott elém a Maci sajtáblánál egy hölgy. Egy háromsávos főúton. De kinek volt a Maci sajt, ugye ebből a szempontból ez fontos. Neki, mert ha neked, akkor neki. A Maci sajtos táblánál pedig ott volt ez a Maci sajt, nekem mégis kihajtott elém. Szóval neki volt, aha. Neki, igen. Na jól van, Viki, hát meglátjuk, lesz-e nyakbalkasztó. Vagy minden, vagy semmi. Tehát ilyen nincs, hogy csak nyakbalkasztó. Persze, ez... nyilván. Há, hogy ne, azért a bögre az bögre. Tehát... Igen, tehát ez vagy így, vagy úgy. Oké, kivel?
Hát egyelőre most úgy gondolom, hogy Ferenc áll hozzám a legközelebb. Magasságilag is, meg súlycsoportban is nem biztos, hogy... Na jó, diszkrimináció. Legyünk mi. Na nézzük jó, akkor. Most ne panaszkodjál majd holnap meg. Indítjuk az órát, Jani. 3, 2, 1 Fajon. Viki, 110 kiló vagy hello? Nem, azért, annyi nem. Nem. Köszönjük. Vége a játék. Nagyon jó játék volt. Ez egy őrült jó játék volt. Igen. Ne haragudj. Jól alakult. Mert azt mondtam, magasságban, kilóban is mondom, hogy magas, de hogy 100. Nem mondtuk el a szabályokat, hogy melyik az a 4 tiltott szó. Igen, igen, és még azt kell mondani. Ó, basszus, tényleg. Jót játszottunk, Viki. Há, Viki. A kutyafádat, de jó játék volt. Maradt a szabályismertetés, tényleg. Eket van mondani, hogy ne feledd a tiltott szavak, az igen, nem is akár fekete fél. Viki, mert beállítottál egyfajta negatív csúcsot egyébként. Hát konkrétan az első szavad volt, hogy nem. Igen. Egy csőben, pedig már egyszer elvertem a Balázst. Ez az utóbbiak ismeretében ezt nehezen hiszem el. Szóval ezt azért akkor így ebben a formában bárki mondhatja, mert nem emlékszünk minden játékosra. Kellett és neki neogranormozni a popsiát sokáig. Egyszer én is együtt szakszofonoztam Nixonnal, és nagyon élveztük az estét. Én meg Monika Lewinsky-val. Igen, és egy házasságban balottam Kabir Bedivel. Nagyon jó volt, Viki. Egy őrületes játék volt. Puszilunk. Hát jó, van, szép napot nekik. Vigyázz magad, puszi. Sziasztok! Károlt hackelni. Puszi, ciao, hello. Reméljük még vissza tudsz aludni. Igen. Ciao, ciao. Aha. Hát ez van. Hát, jó kérdés, erős kérdés, tudod. Szép győzelem volt. Nagy játék. Ja, Istenem. Köszönöm, igyekeztem. Istenem, Istenem, és le kell cserélni ezt a játékot is? Hogy mi az de, Istenem, de bocsánat, attól, hogy mi jók vagyunk benne. Nem, is, nem is ezen origóból kérdeztem, hanem a másik oldalról, hogy viszont a hallgatók nem. Tehát nem az, hogy mi jók vagyunk, hanem hogy csak egy oldalú már ez az egész. Csak kell köztük lennie valakinek. Tessék? Aki jó, aki legalább kihúzza 30-40 másodpercig. Na most a héten nyer valaki még, mondjuk holnap megnyeri a játékos, akkor egész héten játszassuk őt. És legalább már úgy érzed, hogy akkor 4-1 mondjuk. Na jó van, oké, meghallgatjuk a híreket, 7 óra lesz pontosan 5 perc múlva, ha van friss közlekedés, küldjétek, jó? Felejtsük el ezt a játékot, mintha nem is lett volna, tehát ez mint egy rossz szex olyan volt, de tényleg, tehát hogy így rákészülsz, levetkőzöl, lezuhanyzol, ott vagy, és aztán így... És vége. És valami vagy rá nyitnak, vagy... A rossz szex, ne legyél tehetetlen. A rossz szexnél jobb az alvás, én úgy vagyok. Tehát egy rossz szex vagy az alvás, inkább az alvás. Pontosan 7 óra lesz. 5 perc, jövünk a hírek után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Én tök szívesen megölném a pitbullt. Igen? Mivel? De aztán, az mindegy. Tehát élvezeti érték, nincs csak a funkció, hogy ne legyen pillanat. Hogy igen. Aha. Tehát azt valaki aztán, hogy ezt tedd, szerintem meg tudnám, te megszabadítanám tőle az emberiséget. Egy rossz pillanatodban. Melyik volt az a pillanat, ami ezt megfogalmazta? Bejön egy picit kialvatlanul. Amikor harmadszor megadtam, hogy ólá, ólá, lá, 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 akkor gondoltam úgy, hogy én tök szívesen azt mondom, hogy Bali, menj meg az emberiséget, üld le, amit le kell, de vállald ezt a terv. Én szerintem ezt most be tudnám vállalni. Én ezt most komolyan azt mondom, hogy az emberekért. 7 milliárd emberért. Mondjál 5 olyan dolgot, ami tudna egyszerre az 5 dolog annyira nyomasztani, hogy a végén az lenne, hogy találkoznak pitbullal, és mondjuk hogy hívják onnan. Letagloznád, elintéznéd. De miért kell ez 5? De miért nem elég egy? Miért van egy 5? Ez a na. Csak ez. Azt hittem, hogy mit tudom, hogy be kell menned a postára egy tértérvényes ajánlatért, mert a postás nem vált meg tegnap. Valaki levitte a másik tükrödet. Nem. Nekem most ennyi, hogy na. Ez még egyszer rossz, hogy figyelj, Balit, ezt tedd meg. Van 3 év, amit ezért kapsz. Azt mondja, oké, rendben van. Hát ez ezt bevállalom. Szerintem picit többet kapnál. Attól függ. Ráadásul most már egy előre megfontolt szándék, hiszen elmondtam. Igen, ez most már előre kitervelt, előre megfontolt, ez most már csak így rakom magamra az éveket. De van itt, pakolom magamra az éveket. Szerintem van itt valaki a rádión, mert 10 után majd beszélek vele, aki meg tudja még menteni Pitbull életét. Kicsoda? Hát a Tami, majd szólok le, hogy ne legyen többet. Tök szívesen. Én ezen gondolkoztam, én ezt most olyan szívesen megcsinálom. Gondolom, hogy Tamikám, legyen már annyira szakmai. Tényleg, tehát hogy... Tehát Avanci után Pitbull is mondhatná, hogy gyerekek, egy picit elmegyek pihenni. Úgy nem lennék egy szomorú. Évre. Nem? Te basszus, hogy te látnád azokat a bankszámok kivonatokat, te se akarnád pihenni. Ez is igaz. Tudod. Még akarok még egy duettet valakivel. És az a durva, hogy szerintem előtt egy kicsit kínoznám.
Igen. Tehát egy picit csak az, hogy felelj azért, áramod, amit elkövettél. Milyen gyökered. Felelj azért, amiért elkövetted ezeket az emberiséggel, hogy miért nem otthon csinálod ezt négy fal között, miért kell ezt kiadni? Csak ezt kivenni, ezt a részt, ezt a la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 l
Leone 5-10-es, tudod, mit áll? A bosszú börtönében, Pitbull. Nem, te nem, Csivaba vagy, nem Pitbull. Csivaba vagyok. Csak neked meghallgatni ezt a szót. De tényleg komolyan. Na, azt mondja, hogy mától él az új rendszer, gyerekek, mától jönnek a sárga csekkek, végünk van, hát meséljetek nekem erről két mondatot. Szuper véda. Jön a véda. Éveken keresztül ijesztgettek bennünket, éveken keresztül hype-olták, mondták, és ma elindul a birodalmi lépegető, útjára indul, és ártatlan emberek, akik mégsem annyira ártatlanak, mert vagy gyorsan mennek, vagy nincsenek bekötve, fizetnek, mint a pengős. Ezért fordult el most Pitbull ellen is, mert ez valahol van benne is legbelül, hogy ma indul. Szóval hangulatomban vagyok emiatt a Pitbull miatt, és most neki megyek mindennek, aminek lehet. Tudom, de kis mérges kismalac ma olyan vagyok. Ma mindenkinek elkiszaladok, és mindenhonnan visszapattal. Nem vagyok ingerül! Tehát lehet, hogy a véda miatt utálod Pitbullt is. Vagy melyik volt előbb? Nem, én a védára nem haragszom. Pitbullnál meg lehetett már számítani 5 számmal ezelőtt is, hogy... Hát, azt éreztük akkor is. Nekem az a sosincs bajom, ha az autósokat ellenőrzik, még akkor sem, ha ebből sok pénz van, mert azt gondolom, hogy aki nem tartja be a szabályokat, az valahol megérdemli, hogy fizessen, és elsősorban magamról beszélek, mert egy csomószor én tudok többel menni, vagy esetleg nem bekötni magam, én ezt vállalom. De nem haragszom azokra, akik számon kérik rajtunk a szabályos közlekedést, tehát ezzel nincs baj. Befizetted már büntit? Melyiket? A legutóbb. Nem, 30 napon van. Hallod, melyiket? Nem írtál, nem tudtam, mire gondolsz. Csak mondom, gyorshajtásom már 2,5 éve nem volt. Pontjaim sincsenek, kinullázottak a pontjaim. Nem, egy autópálya büntit kaptam tegnap vagy tegnap előtt, de egy hónapon van rá. Ja, megnéztem. 30 napon van rá, hogy a 15 ropit bepengessem. Ja, szerintem, ahogy ismerlek téged, jobb, ha most befizeted, mert 60 ezer lesz belőle. Mert ez lesz mindig, hogy van még 5 napon, van még, gyerekek, ráérek, puf, jön a 60 ezeres csekk, tuti. Tegnap megbüntettek, basszus, mert egy olyan helyen szálltam ki a városban, ahol nem láttam, hogy fizetős övezetben állok. Jogos volt a kérdés, Feri. De nem, fizetős, én nem találtam, körbenéztem, és erről is akartam mondani, ez egy szemét dolog, tényleg. Tehát én tegnap úgy szálltam ki az autóból, hogy megnéztem, hogy nem rád haragszik, Pityu. Hallod? Nem, egyre inkább az érzésünk, nem rád haragszik. Megnéztem, hogy látok-e ilyen órát magam körül, de belátható távolságon belül sehol nem volt. És ott hagytam az autót, és elindultam intézni a dolgot. Ez egyébként arra felé volt, ahol lakom, ahol már ugye fizetős. És kaptam egy piros csomagot. De nem vettem észre, csak azt, amikor már tudod, mész 40, és a piros csomag így... Lefura. Ó, mondom a rohadt életbe, hogy nem rohadsz meg, hogy miért nem tudtad úgy tenni, hogy legalább észrevegyem. És ugye ebben a pillanatban az 1500 fölugrik, mit tudom, 8000-re vagy 9000-re. Esélyem nincs befizetni, mert nem tudtam nem megállni. Tudod. Csak még a visszapillantó tükörből így... És egy kamion bedarált, és láttam elúszni. De kérdezem én, hogy én nincs is visszapillantó tükröd, mit kapizol? A belső, ja, belső. Leesett a kocsi mögé. Tehát a belsőben láttam, hogy leesik a kocsi mögé, és mögöttem egy ilyen zíltot bedarálja. Bement a üdött rácsonát, csak annyit látod, kis bum, kis füst, és lekanyarodik. Igen, és félrel. Na legalább te bekaptad a Mikulás csomagomat. De kérdezem én, hogyha én gondosan kinéztem az ablakon, és sétáltam kicsit, ott tocsorogtam, mint egy ilyen tojókalamb a kocsim körül. Balra néztem, és sehol nem láttam ezt az órát. Hogy végig kellett volna menni az utcán, és elfordulni. Tehát nem volt ott azon, igen, a részem. Sarkon van. És én nem járok arra sokat, én nem tudtam, hogy fizető vezet. Akkor... Ez nem hát mentesít. Nem, hát nem, semmit nem ment. Igen, amikor bemész elméletek az utcába, vagy a fizető ott övezet volt, az elején ki kéne, hogy rakják, hogy parkoló övezet, fizető parkoló övezet, és akkor onnantól kezdve viszont a maga az óra földerítése, az már te feladatod. Igen. Igen, neked volna mennem, mert én magamra voltam mérges, csak utána már a parkoló őrre, aki ma úgy hajtogatta be ezt ilyen 4x4 centire, tudod, hogy véletlenül se vegyem észre, és amikor ezt látod elszaladni, sajnálom a pénzt, mert 2000 forint helyett tényleg lesz 9 vagy 10 ezer, nem tudom mennyi. Csak az a legszörnyűbb, amikor tudod, hogy egyébként marhára nincsen igazad. Igen, te voltál éves jobban, akkor kellett volna figyelni, de próbálsz meg valakire haragudni, és a vége mi a szegény Pitbull megint kapja. A védával kapcsolatban viszont jó hír, hogy a telepítettek, azok ki vannak táblázva.
Tehát az összes ilyen kapu, meg a telepített nagy trafi, az ki lesz rakva, hogy közúti ellenőrzés. Azt a mindenütt. Azt hiszem trafi kontroll idegen ül. Kint van? Ez, igen. Igen? Igen. Igen, viszont a mozgó, mert az is van egy csomó, az nyilván nem lesz kitéve. Az olyan, mint a fagyjárus, hogy így nyomj egy kis dallamot. Tehát lesz rajta valami radar fölül, látjuk, hogy mozgó trafi, vagy nem látunk semmit. Nem. Igen, így forog a tetején, egy ilyen tárgyalat előtt a Pirx kapitány kalandjába. Szóval szem, mamának lassíts be, ott van a mozgó trafi. Tízes út viszonylag jól járható, MMT küldte nekünk, Kiskuma és a MOL kút előtt mérnek, úgyhogy mindenki figyeljen. Budapest 10. kerület keresztúri út fémteleplámpa miatt torlódás, nagy a dugó, valamint az M6-oson Szekszárnál, Budapest felé az alagutak után a benzink után mérnek, ezt Ricsi küldte nekünk, és Mosonmagyaróvár elején Győr felé radaroznak, Attila drága, vagy hogy elküldett. Köszönjük mi szépen. Mi van egyébként akkor, hogyha a védenek a hatására gyakorlatilag mindenki úgy fog közlekedni ebben az országban, ahogy azt a Kressz előírja, és nem lesz belőle egy forint bevétel se. Akkor kidobott pénz volt? Igen, nem, akkor... Akkor fejlődő országokon kell adják fél pénzért? Hogyha nem hoz pénzt, aha, de, biztos, hogy fog. Tehát ez biztos, de hogy megtérül. De egy ideig érted, és utána azt mondja, Jani, hogy mindenki jó lesz, akkor mi lesz? De tudjátok, hogy ilyen nincs. Hát nincs. Egyrészt belőlem azért egészen jól élnek, hát nem tudsz mindig. Hát én néha elfelejtem. Még mindig ott van Balázs. Adjad meg, megjelzik még a központi költséget is be. Jó, balira szálljatok rá, akkor ő majd szépen megtámogatja a költséget. És nem, én a biztonságüvet is néha elfejtem. Nekem pittyeg egy ideig, és itt én... mocorgok, hátradok valamit a gyereknek, én nem mindig kötöm be magam. Egyszerűen elfelejtem. Tehát, hogy... Nekem ez nem egy automatikus mozdulat, hogy beülök és azonnal bekötöm magam. De szép csekkek lesznek ebből, tehát de szép csekkek, igen. Már látom. Igen. Látod, Bali, a parkolása való a Rocky kártya, nem használod? Igen, 15 napon belül 2500 forint üzes be hát. De nem tudok mit befizetni, nincs csekkem. Tehát nem tudom, hogy milyen kerület, hol volt egyáltalán. Tehát nem tudok mit befizetni. Akkor nem mondjuk be? Mit? Hát, hogyha valaki esetleg talált egy. Tudod, mit adjanak neki új? Valaki talált tegnap Érden egy pirosat, mert arra voltam, és az fizetős övezetet. Akkor adja, dobja már be nekem valóban rádióba. Az én csekkem. Vagy adjanak egy újat. Igen, és be fog jönni 25. Ajánlj, hogy érsz egy tízest. Tízezre? Igen, nem. A becsületes megtalálónak. Na, Balázs, ha itt haladsz a héten, elég mínuszos lesz. Ja, és csak mondom a legdurvábbat, van a kocsimban egy olyan levél, amit tegnap kaptam, hogy elfelejtettem két éve befizetni egy büntetést, behozom nektek, megmutatom, itt van a kocsiba. És még a Monarchia bélyegzője van. Nem, elzárásra változtatták, és jönnek elzárni. És már semmi sárgacsek, semmi olyan, hogy hol lehet. De te kell vonulnod. Már az van, hogy elzárásra változtattuk, 2 nap elzáráson van most. De megint. Volt már ilyen, akkor megúsztad. Akkor eljöttek a rendőrök a ház elé, küldtem nektek fotót, akkor hogy kések, és a rendőrök levezettek a Százhalombattai rendőrségre, ott nem rabosítottak, befizettem, és délbe szabadultam, ott álltam egy Sebestim, Balázs. És most megint jött egy ilyen, hogy 2 évvel meg ezelőtt... Meg kellett csináltatnod a vizes blokkot a gyorskocsújtában. Jött egy ilyen, hogy 2 évvel ezelőtt én valamit elfejtettem befizetni. Egyrészt nem emlékszik rá, de én nem nagy összeg, 5 vagy 10 000. És ezt elzárásra változtattuk, fellebezésnek helye nincs, 5 vagy 10 000. Az komoly. És mondja, hogy valahol még van lehetőségem ezt a dolgot befizetni, de már se csekkem nincs, se semmi, tehát nem tudok utána járni, hogy hol lehet ezt befizetni. Tehát a következő az lesz, hogy reggel 6 órakor kopogtatnak, hogy jöjjön, keljen föl, és menjen megint be. A szerencsénk van, hétvégére viszik el. Szombat, vasárnap, hétfő, reggel pedig ott fogjuk várni. Nem biztos, hogy ez nap. Hát 10 000 forint mennyi? 4,5 óra? Mennyi lehet? Nem, hát igen, 3-2. Na viszontlátásra. De jó lenne, ez legalább 2 vagy 3 nap. Na, hallottátok a dráva szerda helyi polgármestert, mit talált ki mindenkinek? Nagyon jó az ötlet egyébként, vele már többször beszéltünk, és ő az, aki mindig kitalál valamit, mulatos CD-t jelentett meg, ugye körülbelül ez egy fél évvel vagy egy évvel ezelőtt volt, most kitalálta, hogy minden leadott kiló után az ő kis településén, az ő kis falujában 2000 forintot ad, ezzel próbálja lefogyasztani a falu lakóit, a baranyai dráva szerda helyen. Hogy egy kiló után? Lefogyaszt kiló. Tehát leadott kiló után 2000 forintot ad, tehát ha leadsz mondjuk 10 000 forintot, akkor 20, vagy 10 kilót, akkor 20 000 forintot fizet neked. Telt karcsú a lakosság. Kövér a lakosság, így van, és a falu kocsmáját átalakították konditeremmé. Hát, ezt kikérem magamnak, mert azért az a pár ember, aki viszont maradna az ivásnál. De mert oda úgyis bemennek, tehát hogy valószínűleg ez lehet, mert lehet, hogy a kultúrban nem mennének be érte, de a kocsma mindig tele van, a kocsma mindig hangos. De megmaradt a söntéspult, tehát lehet alkoholt kapni, és a felében mondjuk izé van konditerem, vagy az egész megszűnt. Mert most akkor most hol isznak a falubeliek? Szerintem a berendezés az biztos nem dolgozták át.
Azt nem tudom, hogy átdolgozták-e, de azt mondják, ez egy nagyon gazdag falu, mert hogy az áthaladó horvát-magyar földgázvezetéknek köszönhetően a 10 leggazdagabb falu közé tartozik. Igen. Egyébként dráva szerve. De még nem találták meg a csapot. Igen. Kicsit lopják. Kicsit veszélyes. Szikra ne legyen gyerekek, már akkor mindannyian repülünk, de egyébként nagyon jó. De ha ilyen gazdag ez a falu, akkor nincs pénz egy konditeremre. Tehát bemész a Krimóba inni, és azt látod, hogy valaki már ott fekve nyom. És ott ül ica, és éppen lábgépezik, hogy meg legyen a 6 leadott kiló. Hát lehet, hogy ez tök menő lehet egyébként ez a hely. Nagyon jó konditermekben mindenhol van ilyen pulta, és akkor ott lehet kapni mindenféle dzsúzokat, meg fehérje turmixokat, meg ilyeneket. Itt is. Itt más lehet kapni. Itt is. Állítólag nem kell fizetni a szemétszállításért, a gyerekétkeztetésért, nincs adó, és ingyen wellness jár a Harkányi gyógyfürdőbe. Oh, ez van a cím. Nem tudom, hogy igaz. Ez maga a Kánaán. Ez maga a Kánaán. Le kell költöznünk dráva szerda helyre, igen. És ennek ellenére mégis a kocsmát alakították edzőteremmé. Akkor ez valószínűleg ilyen nevelési szándékkal. Tehát lenne edzőteremre pénz, lenne hely, de inkább akkor a kocsmát. Ja, hogy az rikálják egymást. Hát persze. És mi van az időt alkoholisták? Most ott ülnek, és várják a felesüket, és ott a fekvenyomógép mellett nagyon szomorúan támasztják a fekvenyomógépet. Rájuk akasztják a törölközőnket. Sajnálom, még egy 8-as széria. Na, felhívjuk a polgármestert egyrészt, hogy meséljen nekünk erről, miért akarja ő lefogyasztani a lakosságot. Kettő, valójában tényleg fizete, és hogy áll most ezzel a tervével? Hány lakosnak kellett már fizetnie? Értem, mi az, hogy mindenki kövér? Mindenki elhízott a faluban? De hát, mérlegelés... ha jólét tudod. Hát igen, ahol ugye a gyerekétkeztetés, megvan minden. Szemétszállításra se kell fizetni. Fíjt, ez elején mérlegelés volt, hogy akkor ki az, aki beszáll a versenyben? Gondolom, ha beszállsz, akkor neked mérlegelhet kell. Hát vagy 2000 év mindenki azt mondta magáról, hogy én is túlsúlyos vagyok. Ne csinálj, mert Lacika 65 kiló vagy. Lacika, most itt két konyak megy, 40 kiló vagy. Szállj a bicikliről. De miért nem vezet be súlyadót? Vagy miért nem... Súlyadót? Tehát miért nem adóztatja meg a kövér embereket? Tehát azt mondja, hogy... Nem kell nekik a pénz, hát hallod, gazdag a falu. Hát most még sanyargassa őket, szegényeket, ő inkább adni szeretne. Igen, nem büntetni akar, hanem ösztönözni. Tehát alkalmazni, motiválni. Aha, tehát nem megijeszteni akar, hogy kövér vagy fizessél, hanem hogy fogyjál le, és akkor egy picit gazdagabb leszel. Na, itt van már is Alpár György, dráva szerdahelyi polgármestere. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt! Éppen a konditeremben? A régi kocsmában? Nem. Irány Pest fele megyek éppen. Jössz Pestre? Igen, csak megálltam most az útszélén. Aha, nagyon helyes. Hát egy polgármester, az mutasson példát, álljon. Kifogytak meg az aminosavak? Nem, sok a rendőr. Elfogyott a fejére turmixot, és csinálni kellett egy újat. Figyelj, te tényleg kilónként 2000 forintot fizetsz a falu lakóinak, ha fogynak? Igen, igazából nem én fizetek, hanem a képviselőtestület, de így van. Tehát január 6-án volt egy mérlegelés, Drágaszerd, meghirdettük ezt a programot, hogy aki lead, minden egyes kilóért fogunk fizetni 2000 forintot, és aki benevezett be a versenybe, az fog kapni 2000 forintot kilónként. Ez arról szólt, hogy január 6-án lemérlegeltük a három tanú előtt a versenyzőket, és akkor a kiadott kilót ugye felírtuk egy zárt borítékba, beraktuk, ezt a polgármesteri hivatalba lezártuk, és pontosan július 6-án lesz a mérlegelés, amikor újra mérlegeljük őket, megnézzük, hogy hány kilótól szabadultak meg, és akkor gyakorlatilag ez alapján fogunk fizetni. A három tanú azért kell, hogyha kettő ellentmond egymásnak és összeverekedik, akkor ott legyen egy harmadik, aki viszont valamelyik pártjára áll. Tehát... Nem, ez így volt hivatalos. Így volt hivatalos. Aha. Nehogy befolyásoljuk. Guinnessnél is így van, érted? Guinness rekordos. Ez nagyon komoly. Esetleg lepleztetek csalást a mérlegelésnél, hogy valaki meg két malteros zsákkal a vonalat állt. Igen, erre oda... Vasgolyót tett a zsebébe négy üveggolyóval, vagy megivott másfél liter konyakot. Erre odafigyeltünk, hogy ilyen ne legyen, de hát ez nem erről szól ez a gyakorlat. Gyakorlatilag itt saját magát veri át az ember, hogyha ilyenre vetemedett volna. És akkor 2000 kiló fejenként? Így van. Vagy kilónként, 2000 forint? 2000 forint kilónként, igen. Látszik a változás, hogy beesett arcú emberek tántorognak a fő utcán, leesett vércukorszinten, és azt mondják, tarts ki, hogy mindjárt jön a június. Igazából ez nem azért, hogy hallgattam már a műsorotokat, ez nem arról szól, hogy a dráva szerdelyek el vannak hízva, hanem ez gyakorlatilag építettünk egy konditermet, ahogy ti is már a beavangorozóval. A kocsmában. A kocsmából. Alakítottuk. Volt egy kocsmánk, az teljesen megszűnt, és azt alakítottuk át konditeremnek. De nem van igény az italra? Ezt nem hiszem. Nincs. Józan falu. Aha. Ilyen falu nincs. Nem az, hogy most nincs a falunak kocsmája? Nincs. És szerintem nem is lesz. Atyaisten. Hát gyúrunk helyette, nem. De mi van az alkoholistákkal?
Nincsenek alkoholisták. Nem, már ez már nekem ilyen mintafalú. Jó falunak legalább van két alkoholistája. Mi vagy az a rádióban? Jogos, persze. Picit ez már olyan kádáros volt, hogy ebben az országban nincsenek hajléktalanok. Igen, azért ne ferdítsünk, de minden jóra való falunak legalább van két-három időt alkoholistája, akik ott támasztják a pultot, és nagyon jó sztorikat mondanak. Ezzel százalék, hogy van. Igen, anélkül nem. Hát ez az időszak elmúlott máshogy. Te is beneveztél a versenyre egyébként? Nem. Nem? Nincs szüksége erre, érted? Hány kiló vagy? Én most 83. Hány centihez? Már magasabb. 175. Ja, hát az egyébként korrekt. Az egyébként jó. De voltam 117 is, úgyhogy abból fogytam le. És mi van, ha valaki benevezik, és nem fogyott, hanem többel mérlegel majd júniusban? Akkor mi történik? Hát akkor az fizet. Na, nem. Akkor ő fizet. valahogy szankcionálunk kell. Nincs ilyen gyakorlatilag. Egy csomó nem is a pénz miatt neveztek be. Valaki most 3 kilót akar lefogyni, most nem a 6000 forint motiválta igazából. Igazából ennek az volt a lényege, hogy állóképességet, közérzetet javít. Hát hogy ha most ezt látnátok, hogy amit én látok, hogy nyugdíjasok járnak, 70 év feletti nyugdíjasokat gyúrnak, tehát ezek tök jó fejek, és ahogy elmondják, hogy most könnyebben száll fel a buszra, jobban érzi magát, a vérnyomása kicsit rendeződött. Ez jó. Ez erről szólt. Meg ugye arról szólt, hogy van olyan fiatal versenyzőnk, aki 13-at töltötte be, és akkor jött el a versenyre, és most legalább már 10 kiló mínuszban van. Tehát az azt jelenti, hogy ha az édesanyjának nem sikerült lefogyasztani, akkor nekem igen, vagyis hát a képviselőtestetnek, és ezt majd a későbbiekben ő is fogja látni ennek az eredményét. Valószínű, hogy egy kis srácot ugye a pénz motivál, de igazából ez neki a jövőben ez pozitív lesz, és majd ezek után odafigyel a súlyára. Ez jól az is. Volt eleinte olyan, hogy valaki így megszokásból bement, és azt mondta, hogy két nagy fölcs, két kis hubi. Igen, meg a szivacsat törőjetek nekem össze, azt is megiszom egy 20-as. Gyuri, nem hallottam? Igen, egy törlést. És jött a kis anya recepcionál, egy fehér koktél a kezébe, tudod. Esetleg mivel kocsma volt, akkor részegen lehet gyúrni ott. Templom van-e a faluban, mert azt írja, hogy ott van a bor, akkor oda kell menni inni. Ha igen. Van templom, de nem jár senki. Oda se jár senki? Hát milyen világ ez? Hát milyen se kocsma, se templom. És milyen zenét? Mondjad? A templom és a kocsma világ az megszűnt már a falu helyen, a kis falukon. Aha, és akkor a templomban most mi történik? Ott vannak a kardiogépek? Nem. Ott vagytok tényleg kocsma nélkül, tehát dráva szerdahelyen az ember nem tud. Se kocsma, se templom. Se kocsma, se templom. Hát milyen? Templom van, de nem megy senki. Kocsma meg, hát meg most nincs. Már régóta nincs. Gyakorlatilag nincs aki üzemeltesse. Hányan laktok ti ebben a faluban? 214-en. Hát 214 az el kell, hogy tartson egy kocsmát. Igen, a templomra ki tartan. Van írva, hogy érdektelenség miatt zárva, ki van a templomon tűz. De nem tartanak a baj. Sarkat keresztúron 5 kocsma van, Szala írja. Pedig az se nagy hely, ugye? És milyen zenére gyúrtok? Tehát bemegy az ember a kis konditerembe, és szól valamilyen zene? Hát van benne egy rádió, kimit visz be magával zenével. Gondolom, hogy a nyugdíjasok nem AC/DC-t hallgatnak közben. Uh-huh. Akkor itt tekergetik, valami... vagy cserégetik a kazettákat? Szerintem biztos klasszetemet hallgatunk. Vagy esetleg a Nagyon Baba című dalodat, nem? Nem kell itt nyallerosskedni, nem ezért kérdeztük, hogy most klasszetem, mert csak úgy például neked van mulatos CD-d, ez az szól a konditeremben? Vagy szól? Nem, szerdaiak nem hallgatják. Nem miért? Nem szeretnek, utálnak, vagy mi? Nem tudják, hogy... Hát egy polgármester soha nem szeretnek annyira a falujába. Csak amikor látják, hogy jössz. Nos, vegyétek ki a Slayert, jön a Gyuri. Rakjátok be a sajátját. Igen, és nyomjátok bele a mázsába. Nagyon jó. És akkor fogynak? Tehát látod szabad szemmel? Már látható a változás? Igen. Mert itt a versenyben részt vesznek, de különben olyanok is nagyon sokan járnak, akik nem is vettek részt a versenyben, hanem csak amúgy. Gyakorlatilag. Elég nagy sikere van ennek a konditeremnek most. Tiéd a konditerem egyébként? Nem az. De hát akkor a biztos, hogy a gyerekek, fogyatok, adok pénzt, így egy konditermet 10 000 a beugró. Nem, és gyakorlatilag jól járnék vele, mert semmilyen díjat nem szedünk érte, tehát biztos az életem nagy üzlete lett volna, ha befektetek 3 milliót, és semmit nem kérek érte. Figyelj, az önkormányzaté. Ez igaz, hogy nálatok négytagú családnál megmarad pár százezer forint, nem kell fizetni a szemétszállításért, gyermekétkeztetésért. Hát igen, hogyha most komolyan?
ha kiszámolod azt, hogy van mondjuk két gyereked, és tehát mi a 14 éves korig mi fizetjük a gyerekeknek az étkeztetését. Tehát azt mondjuk, számolsz egy átlag mondjuk 10.000 forintot egy hónapra egy gyerekre, 10 hónapot ugye az iskola tanévet számolod, akkor az már 200.000 forint. Komoly. Plusz ugye nálunk nem kell fizetni kommunális adót, szemétszállítási díjat, mi oltatjuk, csipeltetjük a kutyákat, mi a szennyvízszállítást, mi álljuk a lakosoknak. De komoly, hát komolyan mondom, oda költözöm hozzátok. Van még eladó ház? Nincsen? És mindezt a gázvezetékből? Igen, és kifúrta meg a gázvezetéket, úgyhogy nem vállalta. Hogy csináltok, hogy ez ennyi ideig titokban maradt, hogy esett a nyomás, de mégsem vett észre senki. Igazából szerencsénk volt, mert pont a közigazgatási területünkön épült egy ilyen átrakóállomás, hogyha akkor a tervezőnek megcsúszik a keze, akkor most a másik faluhoz tartozott volna, mert 100 méteren múlott gyakorlatilag a mi boldogságunk. De és ingyen wellness jár az ott lakóknak a Harkányi gyógyfürdőbe? Így van, dráva szerdahelyi lakcímkártyával ingyen lehet menni a Harkányi. Bejelentkezem én oda valaki a gyerekek. Csak van ott egy üres telek. Ott lesz a levelezési címemet, odarakom, és akkor megyek a Harkányi wellness barátságos hely. Nagyon jónak tűnik ez. Együtt lehet gyúrni a polgival, nincs kocsma. Ennyi. Nagyon szimpi, szépen gazdag. Egészséges életet élünk. Tényleg, egyébként az. Igen. Igen. És most hallottuk, hogy most vettetek ki 3 millió köbméteres gáztározót. A fölösnek. Ez még titkos. Mindig csak picit szedjetek, hogy ne essen nagyot a nyomás, mert az észreveszik. Mert a kerékpározó nyugdíjasokat hátul a csomagtartóra a gázpalackkal senki nem ma bajgatja. Olyat tervezünk mostanában, majd ezt még nem tudom, hogy ezt hogyan kivitelezheti, de ennek a mintájára dohányzás ellenességre is fogunk egy ilyet csinálni. Hát komolyan mondom, mi most van, már tényleg egy ökofalu lesz. A Magyar Mennyország. Dunaszerdahely. Nem Dunaszerdahely. Dráva. Ja, Dráva-Szerdahely, bocsánat. Figyelj, jöttem most Pestre a Petihez, ez igaz? A Polgár Petihez? Komolyan, hogy csinálj? Fura, biztos, de mit azért ilyen fásult a hangom. Azért, fel kell készülnem dalokat, CD-nek az utolsó dalait énekeljük fel a Petibe. De az ő CD-t vagy a te CD-den? Az enyémet, aminek ő írt a szövegeit, meg hangszerelte. Ja, hogy ebből több is van, mert nagyon hát babát a... ismerjük, ugye, az a alap. Hát, hogyha a YouTube-ra ránéz, már kettő azon kívül fönn van már, amit a Peti írt. Igen, kicsit lesz, hogy nem csesz, nem haragudj. Hát Peti a külsős alpolgármesteri. Mi a Peti? Alpolgármester. Aha. Külsős alpolgármester. Még se költözem oda. Második ciklusos külsős alpolgármester. Akkor lesz még utózöngé ennek a... Ti is lehettek szerdájába akartok. Mik? Alpolgármesterek? Nem. Jani egy ingyen Harkányi gyógyfürdőért szinte bárkit boldogát. Csak nem akarok ott lenni majd, amikor ez az egész így összeomlik. Amikor kiderül, hogy honnan. És a Peti mit csinál? Tehát, hogy neki mi a feladata? Mosolyog. Aha, mondjuk ahhozért. Többet nem is nagyon tud, tehát jól mérte fel a képességeit. Az önkormányzati törvény lehetővé tette annak idején, hogy külsős alpolgármestereket lehet választani, és akkor ugye azt nem mondta meg a törvény, hogy kit, meg miért, meg hogyan, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor legyen egy celeb, és pont a Petivel találkoztunk egy buliba, és akkor... Kicsit átgondolhattad volna még. Hát figyelj, egyben a falu alpolgármester, egyben a falu Bologna, tehát ez teljesen jó, kettőt ütöttetek egy. Sok mindent köszönhetünk neki a település különben, mert ugye az országot ő járja, haknizik, és így sokan megismerték már Dráva Szerdahelyet. Hogy ne, mert így szeretjük, mindig nagyon kedves, így van. Mindig mosolyog, nagyon jól van beállítva a gyógyszer, ez azért. Rajta van a terem mindig azért. Igen. És ma hány dalt énekelsz föl akkor? Te... Hármat. Komolyan? Komolyan. Újabb három dal szabadítotok ránk. Nem és tudunk... akkor be is fejeztük. Erről nem tudunk se lebeszélni, se megállítani. Már kész. Jó van, na, hát örülünk, hogy az ember azért jót is hall, hogy van egy falu, ami ilyen jól működik, és ennyire jó az ott lakóknak. Hát ez egy nagyon pozitív történet, úgyhogy Gyuri, csak így tovább, jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen nektek. Jó munkát. Dráva Szerdahelyen. Albert Györgyel, Dráva Szerdahely polgármesterével beszélgetünk. Köszönjük. Ciao. Hello. Hát figyeljetek. Se kocsma, se adó. Ingyen Harkányi gyógyfürdő, gyermekét kezdtetek. Miért nem ott lakunk? Sebiális. Nyisd a templom, nyisd a kocsma, nyak mögé húzott a pista. Gondolom, ilyen szövegek vannak. Atya Isten. Na jó van. 7:08, 5 perccel Ákos híre után. Jövünk már is vissza. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk, minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, gyönyörű idő. És picit hangosítok, ha halk, vagy hangok. Hogy?
Ha hanga panga. Hát tegnap ezt néztem a halászülét, és nem tudom kiverni a fejemből. Nem tudom, nem mondom, hogy segítünk. Panda, ezzel keltem, ezzel fekszem, olyan tapadásom van, hogy sosem volt ilyen darab tapadásom, és tényleg egyszer nem tudom kiverni. Ben van a rendszerben, toljuk már le. Panda? Az nincs. Nincs. A kicsi imádja, és tegnap a Viki ezt valahogy megtalálta neki ezt az új Halász Judit albumot, és az a Panda. Mondom, még egyszer meg kell hallgatnom a Papanna. Köszönjük szépen, ezt nem annyira ismerem. Óriás, és a kicsi meg annyira helyesen táncol rá. Na, csak egy pozitív történet így kedereggel, jó? Mert annyit bántottuk mi a Mávot, és annyit ekésztük őket, most okkal vagy ok nélkül, ezt mindenki döntse el saját maga, viszont egy nagyon helyes történetet olvastunk a napokban, és tényleg megható, és hát nagyon cuki, ugyanis a Máv tett boldoggá egy kisfiút, talán úgy, ahogy még soha senkit, ugyanis van egy 8 éves kisfiú, Zétény, aki Asperger-szindrómás, és hát imádja a vonatokat. És kérte az anyukáját, hogy valamit próbáljon szerezni, ami vonattal kapcsolatos, az anyukája pedig megkérte a Mávot, hogyha tudnak, akkor adjanak a kisfiúnak valamilyen vasúti relikviát. De szerintem álmában nem gondolt arra, amit kapott valójában, mert hogy szeretett volna ő egy kis mozdonyt, vagy egy nem tudom, egy kalauz sapkát, vagy egy ilyen kis irányító kis tárcsát szerezni az ő gyermekének, Zéténynek, és a Máv valami olyat tett, ami nem megszokott tőlük, és szerintem maga a történet nagyon helyes. És jót tesz a Mávnak, hogy közben valaki úgy döntött, hogy na jó, ezt az ötletet most akkor tegyük, tényleg szökkentsük szárba, és csináljuk meg. Ugyanis egy igazi szemaforos sorompót adott a Máv a kisfiúnak úgy, hogy leállították az ő kertjébe, elemessé tették, villog sárgán megcsinálták, átalakították, és ezt elküldték nagyon a kisfiúnak. Hát ez valami elképesztő. Igen. Ez valami elképesztő. Egy kis vasútállomás is készült hozzá, vagy legalábbis kis bódé benne a mende táblával, és ugye kapott Zétény egy gyönyörű kék sapkát is, egy forgalomirányító sapkát, és ez egy alapot. Tényleg milyen szép, mert azért valljuk be őszintén, a legtöbb esetben az szokott lenni, hogy már ott megreked ez a dolog, hogy bármit csináljuk. Most az ám Máv azt mondta, hogy meg tudjuk oldani, van hozzá eszköz, van hozzá ember, talán egy kicsi pénz is van, miért ne tegyük meg, ha megtehetnénk. Igen, az egész történet annyira cuki, és annyira jó ezt olvasni, nem? A sok negatív hír mellett, hogy így valaki segítséget kér valakinek, jön a Máv, és azt mondja, hogy nem, hogy egy relikviát adunk, tényleg egy tárcsát, vagy nem tudom mit, hanem elmegyünk hozzátok, és megcsináljuk a sokkal nagyobbat, mint amire számítottatok volna. Itt van Kati velünk, Zétény anyukája. Hello, Kati, jó reggel! Ciao. Sziasztok, jó reggel! Szia! Na, hát ez egy nagyon megható történet szerintem, aki elolvasta, az egészen biztos, hogy meghatódott, hogy milyen jó feje volt a Máv, és milyen jó arcok voltak. Te csak valami relikviát szerettél volna, ha jól tudom, ugye, hogy küldjenek valamit Zéténynek? Igen, mindenképp. Hát neki ez picikorától mániájává vált ez a vasút körüli imádat, és felszabadítottunk a kertbe számára egy kis részt, tehát ott egy kis vasútállomást építettünk, és gondoltam, hogy valamit, ami már a Mávnak nem kell, rozsdásodnak, tönkre mennek kis dolgok. Én tényleg csak ilyen tárcsára, vagy ilyen rozsdás lámpára gondoltam, vagy akármi, amit kiakasztunk az állomás épületére. Hát erre tényleg álmunkba se gondoltunk volna, hogy ami itt történt. Tehát jól tudom, ők kivonultak és átadták? Igen. Tehát a Máv igazgatóságának képviselete kivonult és ünnepélyesen átadták azt, amit adtak. Nagyon helyes történet. Igen, tehát megelőző napon, tehát az először azt is hittük, hogy áprilisi tréfa, mivel hogy elsőjére ígérték, még az Étény mondta is, hogy pont április elsőjén, hát ez tréfa lesz. Hát félig be volt avatva az Éti, mert hát annyira lázba volt. Nem gondoltuk, hogy a levélre egyáltalán reagál valaki. Tehát azt tudta az Étény, mert rágta a fülem, hogy menjünk el, meg kérjünk. Jó, akkor nem, kisfiam, írunk egy e-mailt. Lényeg az, hogy előtte nap kijött a nagy autó, kiszállt belőle 5 dolgozó, és a legnagyobb vehemenciával, odaadással tündérek voltak tényleg. Tehát ástak, hoztak mindent tukkal, vonóval felszerelt. Hát ahogy olvasom, hogy fénysorompó, tolatólámpa, helységjelzőtábla, telefonos, irányítóközpont. Hát ez komolyan mondom, elképesztő. És letakartátok egy napig, hogy azért így ne lássa, hogy milyen munkálatok folynak a kertben? Igen, olyan precízek voltak a fiúk, hogy még telefonáltak egy 6. Máv dolgozónak egy másik településről, hogy
otthon felejtették a fóliát, és gyorsan hozta neki fekete takarófóliát, azzal körbe lett ragasztva. Hát a formából ítélve tudta az Éti, hogy mi, de hát ő ezt, tehát valóban azt hitte, hogy ha van is, lesz is, ez egy rozsdás valami, hát annak is nagyon örült volna, de az, hogy még ott valami kis sérülést helyben le is festettek rajta, tehát egy vadonatúj állapotba kaptunk meg egy átalakított igazi fénysorompot. Annyira helyes történet. Amikor lelepleztétek, mit szólt? Tehát hogy volt maga a leleplezés? Kiálltatok a kertbe, és ez a klasszikus, ezt fogtátok? Ugrált. Tehát konkrétan 10 órára ígérték, hogy érkeznek. Az Étény fél hétkor kivonult, és ült a kis állomás épületében. Édesem. És fogta a kis sorompóját, amit még a mama festett neki egy-két éves korába. Az ilyen, hát ilyen vele alszó szintű. És pontosan érkeztek, vagy megint késtek? De szerint! Nem! Te rohadék, még ilyenkor is! Védem őket! Persze, mi is azért beszélünk róla, pont! Persze, azért beszélünk róla, ez egy hatalmas dolog volt. Hogyne. Ez egy hatalmas, és kijött az osztályvezető a MÁV fotósával, és hát úgy igazából kézfogás, gratuláció, és hogy amikor azt a vasutas sapkát, tehát konkrétan, akinek van aspergeres gyermeke, tudja, hogy az érzelmeket ők azért nagyon nehezen tudják kimutatni. Tehát nem tudod, hogy örül, vagy nem örül, de itt, tehát én még nem láttam az Étényt ilyen boldognak. Tehát annyira kiült az arcán, és egyik ámulatból a másikba esett. Tehát az, hogy ő működtetheti. Meg hát fölmászott rá, azonnal ölelgette, pusingatta. Édesem. Simogatta. Annyira, elolvastam, annyira cuki történet. Igen, hihetetlen. Hogy átalakították elemesre, kiiktatták az áramot belőle, dolgoztak vele, és ugye nem az Étény, amit te mondod, saját kezűleg irányíthatja. Hát ez igen, egy óriási. Állítólag egy gyors futár hozta azt az átalakított szerkezetet Szegedről, amit nagy nehezen megtaláltak, hát eszméletlen. Tehát én nem is tudom, én is csak ott ámultam, bámultam, csak sütöttem a bundás kenyeret nekik, meg kávének, a zavaromban nem is tudom. Hát azért egy 3-4 óra hosszát ott dolgoztak, elgerebészték, lesöpörték, lefényezték, de hát úgy hagyták ott a területet másnapra, hogy hú, és hát hatalmas, hatalmas boldogság. Nagyon jó, én pont erről beszélünk, nagyon jó tesz a MÁV-nak, és mi is azért beszélünk róluk, meg azért beszélünk veletek, mert mi azért sokszor ekézzük meg, ekéztük őket, de ugyanakkor, ha van egy pozitívum velük kapcsolatban, akkor arról mi nagyon szívesen beszámolunk, igen, mert igen, ez jó tesz nekik, és ez egy jó dolog. Mindenféleképp azt szeretném még elmondani, nagyon-nagyon-nagyon sok megosztás történt a Facebookon. Én csak egy ártatlan bejegyzést tettem föl. Tehát én nem is tudom, én még ekkora ovációt nem láttam. Volt, aki igen, hogy marketing, nem marketing, ez a már olyan értelemben, hogy ez nem a MÁV híreskedett ezzel a cselekedetével. Valószínű benne lesz az ő újságukban. Persze, figyelj, nézd, aki ebben marketinget lát, az már annál rossz indulóbb ember nincs, tehát azzal nem is kell foglalkozni. Na most ezt csak azért tették. Nem azért, hogy miért tették, azért, hogy megtették, ott voltak, jöttek. Tehát ez nagyon nagy. Boldogát tették a kisfiadat, úgyhogy igazából teljesen mindegy. András is smiley-el azt írja nekünk, de rohadtul fognak ezek a cuccok hiányozni valamelyik településről. Nem. Nyilván nem, csak humorizálunk, ez ellemes. Igen, és még majd behúznak hozzád két lerohadt dízel mozdonyt is, mert hát rájönnek, hogy itt csak azt látod, hogy a kaputban egy idős néni ül jegyet szed, és az új vasútörténeti parkot megnyitották a kertetekben. Igen. Kati, csokoltatjuk Zétényt, örülünk. És nagyon helyes kis történet. Köszönjük, hogy elmondtad nekünk. Örülünk. Puszi, ciao. Hello. Hello, hello. Helyesek, nem? Ez egy nagyon kedves gesztus volt, igen, a MÁV-tól. Igen, de a kalappal a MÁV előtt élnek. Na jól van, játszunk, már itt is van a játékosunk, a kérdés mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Lészhebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mit mondok visszafelé. Vácsigyelán, mime? Aki válaszol. Halló. Halló, sziasztok, Attila. Attila, hello. Attila, honnan hívtál minket? Most éppen itt vagyok Budapesten, most végeztünk a munkával, aztán megyünk lassan hazafele. Na figyelj ide, város, híres ember, szólásmondás vagy tárgy? Vagy mindet egyszerre. Híres ember, mert a tárgy azt hallottad, de ott nehéz volt. Híres ember, jó, mutatjuk is, óra indul, figyelj. Naftsi, etekef. Fekete István. Mi van itt, gyerek?
gyerekek, hát a tegnapi játékosunk is pont ilyen így egy másodperc alatt. Nácsi, így van az István, ugye igen. Hihetetlen. Nagyon jó, Fekete István. Megvan az ajándékcsomag. Nagyon szakad. Bocsánat, elnézést. Jó, oké. Okay. Nagyon az egy kicsit erős volt, úgy érzem. Okay. Hogy ment ez ilyen jól, tényleg? Megmondom, hogy őszintén nekem is tudom, de 6 éves korom óta így megy ez a dolog nekem úgy elég erősen, aztán így ezért. Igen? Figyelj, Fekete-Férigen nevezni nem tudsz véletlenül, mert oda viszont nagyon kellene. Hát megmondom, őszintén reggel vissza is hívott a Júli, hogy én játszok, csak valahogy elkeverte a számomat, és nem sikerült neki. Ennyire agilis vagy, hogy minden játékra jelentkezel? Hát megmondom, hogy én tegnap összetörtem az egyik veszélyes bögrét, úgyhogy muszáj volt egy másikat szerezni. Jó, figyelj, ha ilyen jó vagy, rátok fér az erősítés, jelentkezzél, és akkor valamelyik nap tudunk játszani. Oké, köszönöm. Na, ügyes voltál, hát le a kalappal, ez nagyon jó volt. Ati, köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Hello. Hello, hello. Hogy rá tolt? Nagyon, de egy másodperc alatt. Profi jó. Volt. Igen, ügyes volt. Elfelejtettelek visszaülni, mondta neki Juli, ezért átküldöm neked a Mit mondol a játék egyik. Igen, megkaptam meg. Egy író legyen. Jaj, helyes volt ez a mávos történet. Annyi rossz, nem azt mondom, hogy rossz dolog történik, de valahogy ezek úgy elsikkadnak, és jó egy kicsit ilyen hírekről is beszélni, nem? Hogy az ember lelkét úgy egy picit úgy melegíti, hogy van a sok rosszban egy ilyen történet, amit elolvasol, kicsit meghatódsz, kicsit úgy felmelegít, és azt mondod, hogy de jó, hogy még vannak ilyen történetek, de jó, hogy ekkora szervezet, mint a MÁV így reagál egy ártatlan levélíróra, és kimennek és telepítenek neki egy felsorompot. Ez nagyon jó. Nagyon az ő megítélésük szempontjából sem mindegy egyébként. Jó lenne, hogyha sokan ugyanígy követik ezt a példát. Jó sztori volt, szerettem, szép történet. Igen, 5 perc alatt 8 óra jövünk Ákos híre után. És most! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Éppen az újra összeállt Guns N' Roses klipjét nézzük és elemezzük. És hát Axelon kívül tényleg mindenki baromi jól néz ki. Tehát a Slash olyan, mint a Gyurna, a Duff, hát ő iszonyatos, a Szikár is jól néz ki, az Axel viszont kezdő maga paródiája. Nagyon kis nagyon figó jó. Ugye? Egy jó képű, vékony srác volt, és hát egy ilyen kis vitamin golyó lett belőle. Egy ilyen pufi tehén, egy pufi cowboy, nem? Jó, egy pufi tehénpásztor. Mr. Bowling. Elképesztő, hogy néz ki egyébként. Ugye ők most adtak egy 200 fős kis koncertet a Troubadour klubban Los Angelesben, és tényleg mindenki baromi jól néz ki. De hát az Axel, én nem tudom, én nem fogy le egy kicsit. Hihetetlen, és az önmaga hasát kerülgeti, hogy átveszi egyik kezébe a másikban a mikrofon. Igen, inkább a háta mögött veszi át a mikrofon, mert a hasa miatt nem tudja elől. Igen. Megnézegettem az amerikai turné helyszíneket, hát isteni csoda lesz, ha eljönnek Európába. Hát ha addig föl nem oszlanak. Pontosan erre gondolok, hogy baromi sokat turnéznak, ugye most mennek San Franciscótól kezdve Orlandó keresztül, mindenhol játszanak, de az a baj, hogy túl sok helyszín van, de az alatt Slash és Axel valószínűleg annyira össze fog veszni, hogy nem jönnek át Európába. Pedig azért egy újra összeállt Guns-t meg tudnánk nézni itt valahol, közelebb, mint mondjuk Orlandó, vagy Orlandóban is meg tudnám nézni, ha lenne egy olyan játékunk, ahova mi is mehetnénk a Janival. Ugye tudod, Balázs? Szólni fog Balázs. Volt, csak nem szóltam. Ha lesz felajánlás, biztos, hogy szólni fog. Volt, csak nem szóltam, de szerintem addigra újra összevesznek. Tehát az a baj, hogy nem fognak eljutni Európába. Hát de aztán fele tudja. Biztos, hogy nem jutnak el Európába, mert ismer rá Axelt és Slash-t, hát már szerintem már most nincsenek. Jól jön az egy új alapba. Igen? Hát nézzük meg csak a helyeket, tényleg érdemes fölmenni a honlapjukra, csak baseball stadionok, csak amerikai foci stadionok, hát itt most ilyen 40-50 ezeres helyeken fognak játszani. Mindenki imádni fogja őket, meg kíváncsi lesz rájuk, és szerintem elég nagy színpadot kapnak ahhoz, hogy nagyon találkozzanak egymással, ha nem muszáj. Ha eljönnének hozzák, itt hol játszanának? Hát a megújult stadionban. Így van. Tessék, mondjuk a stadionban van, választhatnak felcsút grupamat, tehát itt bárhol játszhatnak. Itt most nincs nagy stadionunk, nem? Tehát itt van egy arénánk, az 8-10 ember, mondjuk a Gánsznak annyi, hát, nem is kell. A szomszédban ez mennyi? 22? De igen. 22 ezer a Fradi stadion, most felújítják a Népstadiont, megcsinálják. Hát az most mindjárt kész lesz, van. Mire az kész lesz addigra már? Axel. Jó, akkor tudod mit? Akkor 9 után hallgassunk meg legalább egy gázdalt. Nem lehet összehozni Axelt Norbival? Kérdezi Zsuzsa. Nem lehet?
Noibi, Noibi, fogyasz Luxel. Nem, ilyen nincs ilyen promóciója? Most az Agassi után. Agassi után egy új arc. Noibi új arca Axelhoz. Egy újabb löket. Kimegyünk Jékával Axelhez, és őt is lefogyasztjuk. Kimozduljon a papírt a holdpontról. Axel, Axel, egyéb atyút. Megnézzék egy sajtótájékoztatót azért Axelhozzal és Norbival. Igen. Én azért azt szeretném. Hát lehet, hogy le tudná fogyasztani Axelhoz. Szia, Rózsi, én Jéka vagyok. Szia, Axel. Jaj, de szeretném. M1-es 86-os kilométerénél a hídról mérnek a rendőrök egyes halom felé. Dávid 94 küldte nekünk. Aztán jött még SMS. Soltról Kecskemét felé az 52-es úton a 21-es kilométer könnyen javítják az utat. Ezt Lili küldte, úgyhogy ott is vigyázzatok. Cinkota és Örs között kifelé és befelé áll a forgalom. Nagyon nagy a dugó. M35-ös 6 kilométer, 6. kilométerénél Debrecen felé fotózás a pihenőből. Ezt Évu küldte nekünk. Valamint van egy trafing az 52-es számú főúton Solt Kecskemét között a kerekegyházi kereszteződésnél, ezt Csoki Guru üzeni. A 10-es út a Flórián tértől Solymárig teljesen beállt, a 10-es úttal kifelé, Solymár felé. Ez most mindenki befelé jön. És mindegy, nagy a dugó, Tyson írta nekünk. Mi lehet az oka? Azt nem tudom. Kifelé nem szokott ez ilyenkor állni. Az délutáni. A kifelé a délutáni, a befelé a reggeli állás. Így van. Így van, igen. Igen, ír egy másik hallgató is, hogy mozdulatlanul áll. Jó, hát ha valaki tudja az okát, akkor segítsetek, jó? Nagyon sok helyes SMS jött még a mávos történetünkre, hogy hány embernek csalt könnyet a szemébe, hallgatlak benneteket, potyognak a könnyen vezetés közben, jó ezt a történetet hallani. Imádom az életet, imádlak benneteket, könnyeket morzsoltam az örömtől, Beatrix. Én SMS-ben is kaptam egy nagyon helyes SMS-t egyébként, hogy köszönjük a promóciót, már vezérigazgatóság. Nem. Hogy hallgat bennünket valaki, és megírta, hogy a héven, ahol ő hallgatott bennünket, és látta, hogy több embernek könnyes a szeme, akik hallgatnak bennünket. Jó, azért beszélünk ilyen történetekről, mert szerintem ez azért sok mindenkinek erőt adhat, és tényleg mi annyi mindenkit megcsipkedünk, meg annyi negatív dolog van a világban, hogy néha ezeket a történeteket kicsit ki kell emelni. Így rekésztük eleget a mávot, hogyha van valami jó hír velük kapcsolatban, ami pozitív, akkor azt is igyekszünk azért elmondani. Igen, mi mindenkit ekézünk, de amit te is mondasz, de ha van egy jó hír, akkor mi ugyanúgy dicsérni is tudunk azért, és ebben az esetben kell is őket. Tehát végre nem úgy döntöttek, nem? Hogy akkor de kivonultak, flottak voltak, fiatalosak voltak. Hát nem jellemző azért ez. De jó, akkor hogy írjuk le azt a fénysorompót év végén? Hogy? Na, nincsen iktatási tétele. Hogy? Ja. Odaadtuk a gyereknek? Hogy tudunk odaadni egy fénysorompó? Nem lehet az, ha nem úgy megy azt. Hát ez nem ilyen egyszerű ám az. Igen. Azt le kell először selejteztetni. Ki kell írni az állományból. Nem így történt. Úgyhogy ennek örüljünk. Tényleg örülünk ilyen. Solymári körforgalom, új körforgalomig 45 perc. Akkor ez befelé van. Befelé áll a 10-es, nem kifelé. Igen. Axel is lefogyna, ha Dráva Szerdahelyen lakna 2000. Ja, igen. Költöztessük Axel Rost ide egyébként. Ez jó. Igen. Nagyon kíváncsi vagyok, az amerikai turné, ez meddig megy. Tehát mikor oszlanak föl. Én nagyon drukkolok nekik, hogy eljussanak egyébként. Európa partjaiig legalább. Igen. Most láttam pont már nálunk megy a Mokka, hogy újra összeállt a Guns N' Roses és Kóbor János volt a vendég. Igen, a nagy Guns szakértő. Ez nagyon szeretem. Nagyon jó. A régi Gunsra jó volt, nem tudtad? Igen. Na, többen kérdezitek, hogy mikor jön a focis játékunk, mert hogy tegnap sokan elcsíptétek a kérdést, és ugye egy picit nehezítettünk most, mert hogy minden nap el kell csípni a kérdést annak, aki szeretne ott lenni az Európa-bajnokság párizsi döntői. De azt ne várjátok, hogy megmondjuk, hogy mikor jön, mert az baromi könnyű lenne, ámnek 8:36-kor jön majd a kérdés. Valamikor elhangzik. Na, rá kell állítani az egész családot, tehát ha apu szereti a focit, meg mit én valakit, egy haverját kivinne, azért ez több mint 1 millió forint, szerintem jóval fölött elég. Mondjál nagyobbat, hogy se tudjuk mennyi. Ne, hát azért a döntőre nem lehet a döntőre meg jegyet kapni, tehát eszméljétek, meg még rá kell állítani a családot, figyeljük a kérdést, aztán tessék. Nekünk is mástól kell elvenni. Mi is vettük az ebay-en. Volt már focis kérdésig, elmondanátok még egyszer. Zoli, egyszer fogjuk csak elmondani, de még nem maradtál a semmiről. Na, nekünk pedig vendégünk van itt a stúdióban, aki szemtelenül fiatal, ám mégis olyan eredményei vannak, ami hát tulajdonképpen kevés embernek van ebben az országban, az egyetlen magyar profi női golfozó, Rózsa Csilla. Hello Csilla, jó reggelt kívánunk neked! Jó reggelt!
amikor az ember ezt olvassa, hogy női golfozó, hát akkor arra gondoltunk, hogy azért beszélnünk kell veled néhány mondatot. 19 éves vagy, és már az egyetlen profi magyar női golfozónk vagy, tényleg? Ez a második szezonom, tehát 18 évesen volt az első. Tehát 18 évesen lettem. Még érettségi előtt sikerült ezt megszereznem. Tehát a golf azért annyira nem elterjedt Magyarországon, nem? Vagy itt kevesen űzik? Én is eléggé elvétve kezdtem el golfozni, tehát kimentünk csak egy rendezvényre, ahol azt mondták, hogy jaj, ügyes vagyok, körülbelül 9 éves voltam, és ez így a fejembe szállt akkoriban. Jó, 9 évesen mindenkit megdicsérnek. Motiválni kell a gyereket. Pontosan, de ez nekem megmaradt, és azon anyugámat húztam, hogy én golfozni akarok. És később ezt el tudtam kezdeni, mert nyílt egy pálya a közelünkbe. És igazából onnantól kezdve én kinélek a pályán. És a mamának nem volt ilyen mondata, hogy kicsi, hát mégiscsak balett, vagy nem tudom, ritmikus sport, gimnasztika? Én mindent kipróbáltam, amit lehetett. Teniszeztem, kosaraztam, röplabdáztam, tényleg mindent. És ő hagyott, hogy megtaláljam azt, ami nekem kell, és én ebbe találtam meg magamat. De mi a szép a golfban? Én sose értettem, én nem vagyok egy ilyen golfrajongó, hogy mentek a pályán hosszú órákon keresztül, tehát gyakorlatilag sétálgatsz, és néha a fenekedet így pucsítva. Mondjuk ez nem rossz. Azt mondjuk jó, de férfiak is csinálják. Tiger Woods, ezt kevésbé nézem, de a csajoknál azért ez egy egészen jó mozdulat. Egyrészt kint vagy a természetben egész nap. Tehát én reggeltől estig kint vagyok. Igazából elsőben, hidegben, melegben, az néha jobb, néha kevésbé. Ezt nehéz így kipróbálás nélkül elmondani, mi a szép egy ütésben. Ha mindig ugyanazok a lukak, érted? Nem, pont ez az érdekes, ugyanaz, mint egy házasság, nem? Aha. Igen. Gyerekeket, a golfozás és a házasság abszolút hasonló. De tényleg ugyanaz a váltatok pályát. Higgyétek el, több párhuzam van a házasság és a golf között, mint az elsőre gondolnátok. Csak mi mindig ugyanazon a gyepen bolyongunk. Mondja, Csilla? Nem, mert nincs két ugyanolyan ütés, tehát mindig máshonnan ez a szépsége annak, hogy mindig más dolgokat kell megoldani, más újabb feladatok vannak. Míg le a kalappal azon emberek között, akik a szalagkorlát másik oldalán 10 percenként látnak egy ütést, azt megtapsolják, hogy 10 percig várnak, hogy történjen valami. Tehát ez is olyan mondom. Tehát kettő darab közvetítést nézek nagyon nehezen. Én nagyon szeretem a golfot, ha az ember játssza, kétszer volt életemben ütő a kezembe, és akkor tényleg izgi, de a Tour de France közvetítés és a golf közvetítés, tehát amit te is mondasz, emberek vonulnak. De a Tour de France legalább elkerékeznek melletted. Jó esetben. De a golfnál néha azt látod, hogy tudod, elmegy, és akkor egy kis vár, hogy eltaláltad. 16 perc szünet. Eltaláltad. Ügyes a kislány. Na, én ezt csak belőle tudom elmondani. Tehát, hogy milyen az, ha téged tapsolnak meg. Az elég jó. Az jó érzés. Az persze biztos. Meg a pénzdíja. Az első olimpiai magyar golfozó akarsz lenni? Igen. Igen? Igen. Hát 120 éve volt körülbelül utoljára golf, de és akkor még magyar nem játszott, hiszen akkor nem igazán volt Magyarországon ez nagy sport. És most nekem van talán a legnagyobb esélyem. Még igazából van 4 versenyem, még van pár hónapom a határidőig, ami július 11. Szóval nagyon most keményen edzünk és dolgozunk. De azt érzem, azért az nagyon menő, hogy megy veletek mindig egy csóka, aki viszi a cuccotokat. Tehát ez egy nagyon jó, ott sétál a Tiger Woods, utána jön a kis málhás fiú, hogy szalad a cuccokkal, és ő felkínálja neked, hogy te mivel üssél, vagy nem, ez... a csóka amúgy itt ő kína. Ja, de ő edző, vagy ő a serpád? Egy kis serpa rohan mindig a Tiger Woodsra, és mindig felkínál egy ütőt, amit a Tiger Woods vagy elfogad, vagy nem fogad el. Nem, igazából ez egy csapatjáték. Ilyen igen? Szempontból kettő, mi vagyunk a csapat, és össze kell nagyon szoktunk, mert nekünk meg kell beszélnünk, hogy most 120 méterre vagyunk, kicsit szembeszél, kicsit fölfele, akkor mi mivel akarunk ütni, mi a... De azt mi nem te döntöd el? Ő tanácsol, hogy jobban ért hozzá? Nem, igazából én döntöm el, mert hogyha ő adja a kezembe, akkor én abban nem igazán bízom. Az soha nem jó. Akkor minek én döntöm el, ő viszont kicsit terelget, hogyha valami nagyon nagy hülyeséget akarok csinálni, akkor azt mondja, nem hogy... Nem arra fordulj, meg nem erre. Erre van a de ő egyébként tud golfozni, vagy csak igen, mondogatja? Igen. Általában ezek a kediknek hívják, ők is nagyon jó játékosok, csak mondjuk ők nem akarnak versenyezni, vagy éppen nekik nem ez az indítatásuk. Ha nem akarnak versenyezni. Én nagyon jó vagyok egyébként, nagyon kérem vele. Csak nem akarok versenyezni, minek alázalak meg kicsi. Na most, mi az a képesség, ami abban a pár emberben megvan, hogy a világ legjobbja legyen? Mert azt gondolná az ember, hogy ugye valami nehéz egyébként a golf, és aki egyszer fogott ütött a kezébe, az tudja, hogy ez a tipikusan az a sport, ami nagyon egyszerűnek néz ki, odaállsz és rájössz, hogy minden pici apró mozdulatnak hihetetlen nagy jelentősége van, és a büdös életben nem fogod megtanulni nagyjából, ha kimész, mint egy wellness hotelbe valahol golfozni. De mégis van pár ember, aki professzionálisan úgy űzi,
hogy megközelíthetetlen, vagy az volt egy időben. Nekik mi az a plusz képesség? A szorgalom és az elhivatottság az, ami az alapja mindennek. Uh-huh. Tehát ez mindenhol így van. Mindenhol így van. És ebben is az, hogy mennyire szeret játszani, edzeni, és mennyire nagy céljaid vannak, amik hajtanak, és el akarsz érni. Eddig igazából Tiger Woods akart a világ legjobb játékos lenni, és ezt évekig fent tudta tartani. Azért, mert ő ezt akartam lélekkel, szívvel, lélekkel, mindennel. Aztán volt egy kis magánéleti válság, és aztán de aztán, ugye, hát visszatért, ott a feleség elvitt mindent, mint egy jó forgószél. Megesztetted előről összelapátolni a lóvét. Ő is megmondta az elkoptatott lukakat. Alapjában véve a szabály az, hogy minél gyorsabban eljutni az ászlóig és beütni. Ugye én ennyit értettem meg belőle. Minél kevesebb ütésből. Nem, összekevered a tájfutással. Ja, de az a geocaching, bocsánat. Nem arra gondolat nyilván, hanem hogy minél kevesebb ütésből. Ez az alapszabály, ugye? Hát ez a célod, igazából nem ez a szabály, ez a cél. Rengeteg szabály van, hogy ütheted meg, hogy nem, és nem mozdíthatod meg a labdát, úgy kell játszani, hogy fekszik, hogyha vízbe van, akkor hol ejthetsz egy új labdát, meg ilyenek. Az a lényeg, hogy minél kevesebb ütésből, és minél kihasználva a legjobb lehetőségeket, amit van. És miért van annyi ütőtök? 14 ütő van egy táskában, és hát különböző távolságokra van, különböző ütésfajtákra igazából. Tehát a nagy bunkófejű vele, a driver. Most miért bántasz engem? Fejű. Most miért hozzám beszélsz? Miért kell személyeskedni? Nagy, azért nem bunkó, azért mert nagy. Miért bántasz a sofőrötöket? Miért vagy a driver? Nem, mert ővel ütünk a legmesszebb, tehát ővel fel kell egy kis tír, egy pöcökre rakni, tehát ővel ütjük a legmesszebb. Akkor utána vannak ütők, amivel magasabb, kicsit alacsonyabb, rövidebbre, hosszabbra, van homokból ütünk ki, és van egy, amivel gurítunk, ami olyan, mint a minigolf igazából, de nem szeretjük, ha ezzel összekevernek minket. Játszottam ilyet a borokaival, azt mondta ebben minigolfon. Nem, ez egy picit más. Ez egy baromi elit sport, nem? Tehát ide királyi családok látogatnak el, gondolom. Ott vannak a nyitó ünnepségen, körbe rajonganak benneteket. Hát azért ez egy sztereotípia, hogy igen? Ez egy ilyen nagyon elit és nagyon... Trabanttal és Warburggal mentek? Hát... Nekünk egy golfunk van, tehát hogy mi azzal megyünk golfozni. Tényleg egy golf. Menjétek jettával, vagy pólóval? Persze, hogy egy golfos csak golfossal be van. Így van. Golfos nem mehet pólóval. A Benedeknek viszont pólója van. Ez jó. Erre olvasom, hogy Marokkóban például a királyi családdal vacsoráztatok, ez igaz? Ez... Tehát a versenyeknek, például Marokkóban a főszponzora az a királyi család. Ők rendezik az egész versenyt. Milyen jó, rendeznek maguknak egy házi versenyt, nem? Azért ez hát körülbelül, igen. De ez szerintem egy nagyon nagy élmény volt számomra. De a legközelebb, hogy kerültem, azt szerintem 100 méter volt a királyhoz. Tehát igazából nem egy sátorban voltunk bele, de a két külön oldalán. És leterítettek piros szőnyeget, és akkor a királyi család veletek vacsorázott golfozókkal? Igen, ők külön ajtón jöttek be a sátorba, tehát ők vele nem is teljesen nem érintkezhettél, meg semmi, körbeállták az őrök, meg minden, és elhelyeztek, mindenkinek volt kis néptáblája, hogy hova kell leülnie, asztonként 5 pincér volt, mindenki odavitte az embereket, és leültettek. Uh-huh. És ők értenek is hozzá, vagy pedig csak a listán találtak, amire nem költöttünk még el rohasok listát. Ez egy jó kérdés egyébként. Mennyit kell ezzel melózni, hogy az ember egyszer tényleg olimpiai golfozó legyen? Mennyit edzel, mennyit készülsz? Hát én 11-12 évesen kezdtem játszani, és kb. 16 éves korom óta úgy tényleg komolyabban, tényleg fejben is úgymond felnőttem ahhoz, hogy én profi játékos akarok lenni, és az elmúlt 2-3 évben hát reggel 9-este 6-ig szoktam edzeni, heti 5-6 napot, mehette kondi, futás, úszás, ilyenek. De minek nektek kondi? Hát nem fáradtok el, nem? Mert amikor a kedi megsértődik. Akkor csinálja. Oké, hogy nagy távokat gyalogoltok, de hát egyrészt egy csomóan csalnak is kis autóval mennek, kettő, hogy... De esetlen nem szabad. Profik nem. Tehát igazából ezek a pályák hegyes, völgyes, dombos, hidegbe, melegbe, és azért, hogy hát kondíciólag... Tehát, hogy testileg bírt, hogy fejben ne fáradjál, hiszen az a legfontosabb része ennek. Amíg egy komoly versenyen hány kilométert sétál az ember? Üttök egyet, utána mennyit mentek? Hát körülbelül ilyen 10-15 kilométert sétálsz egy nap. Plusz még az, hogy te kimész a pályára, bemelegítesz egy órát az edzés a verseny előtt, a verseny után még kicsit gyakorolsz még egy órát, tehát ilyen 15 kilométert naponta gyalogolsz legalább.
És ezen a szinten, ahol te vagy, ebből már lehet pénzt keresni, hogy az ember most jut majd el oda, hogy professzionális szinten legyen, és mondjuk megéljen belőle. Lehet, csak anyukád nem adja oda. Neki jönnek az utalások a marokkói családtól. Én nem keresek, viszont anyukád is lányom. Látod ezt a ruhát? Évet háromszor nyaralnak Tájföldön, szerintem mehet. Nem, hát az amatőr és a profi golf között ez a különbség, hogy az amatőr az igazából a hobbi szinten csinálja, és hogy a játék kedvéért, és a profi golf pedig az, aki már pénzt keres vele. És hát én az elmúlt évben kb. 5-6 ezer eurót kerestem az első évemben, ami nem mondom, hogy rossz, de kezdésnek nem valami jó. Tehát ez igazából ez visszafordult abban, hogy én utaztam, versenyeztem az mind. De minél jobban játszol, annál több pénzt keresel természetesen. Szóval ezért küzdünk, hogy ebből egyszer majd megéljek belőle. Zsolti kérdező, kérdezzétek meg, hogy igaz-e, hogy mindenre az ötös ütőt használják, a legtöbb az igazából csak dísz. Ez igaz? Nem. Nem? Nem. Hát az amatőrök általában hetes ütőt használják mindenre, tehát hetes vas, hogyha ezt hallottatok filmekben, mindenhol ezt mondogatják. Tehát egy golfpályára, egy valami rendezvényre, adj egy hetes vasad, akkor már tudják, hogy én golfozom? Vagy akkor tudják, hogy amatőr vagy. Igen. Hetes vasad, kicsi maszkál. Igen. És bármit annak oda elfogadod. Igen. Köszi. Te hülye, ez a hármas nyomorú. Nem, ez egy húsnyár. Igen. Szóval nem mindenre azt használjátok. Nem, hát minél változatosabban tudod használni az ütőidet, annál jobb. Tehát igazából egy top játékos egy ötös vasra is végig tud menni és játszani jól. Tehát az is meg kell tudni oldani. De azért van sok ütőnk, hogy ne kelljen. Én is azt hittem, hogy ez egyfajta vakítás. Mindig ugyanazzal ütök, csak ott viszi mögöttetek a keditek, hogy legyen egy ilyen. Legyen jól egy nézzen ilyen. Ki. Hogy jól nézzen ki, hogy mentek egy csomó ütővel, de mindig ugyanazzal ütök. Na, ütünk egyet? Csak nézzünk egyet. Irodai golf versenyre hívnál. A hetes vasat kérem. Egy irodai golf versenyre hívnálak ki benneteket. Nagyon klasszikus lesz. Lefelé fordítunk egy poharat, lefektetünk. Aha. Jó? És az ajtó egyik végéből kell elütni a golyzlit a másikba úgy, hogy bemenjen a pohárba. Aki megcsinálja, nagyon jó. Golfozó. Jó? Jó. Hajrá! Nagyon. Oké? Okay? Mindenki üthet egyet. Jó? Adsz nekünk ütő, Csilla, hogy mivel üssünk? Ja, mert egy Csilla is üthet? Nem! Ja, az azért, hát most az nem, hát aha. Most azért, tehát a Csillának ez nem kihívás. Laci, ne bántsd a lukunkat, légy szíves. Jó? Azt mondanám, hogy nem ütés lesz, hanem gurítás. Ja, bocsánat, hát, bocsánat, jó, igen. Itt vennénk mindent, ha ütünk kéne. Menjünk át ide a grubamába, ott van egy. Az már jó lenne. Igen, amikor egy meglendített körülbelül távban, az mit jelent? Tehát egy nagyobb ütés, ami valójában ütés. Hát a legnagyobb körülbelül 230-240 métert tudok vele ütni. Atyaisten, azért az úgy szép. Ott már és az egy ilyen teljes körmozdulat, tehát igazából szerintem egyáltalán nincs hely arra, hogy ezt én meg nem is mutassam. Akarjuk, nem is akarjuk. Jó, adsz egy vasat Feri kezébe, legyen ő az legyen első. Jó, nézzük meg, hogy 230 méter, meg ki tudna ütni a kocsi beállótokról. Jobb kezes vagyok. Igen, és a szolgák visszahoznak a legvégén. Szóval, és rá lóval. És hozza vissza, legyen szíves, hozza vissza. Oké, okay. Feri neki készül. Hányas vas van Feri kezében? Feri, neked nem kell pucsítani, mert nem léci, nem. Léci, ne pucsíts tényleg. Megyön vissza a zav. Itt mások esznek. Itt mások reggeliznének. Másorit élnek. Feri odállt a... Oh! Mit csinál? Egy centire ment el. Rajjak meg, meg így gyakoroltam. A főnök, hogy nem volt rossz. Tegnap este óta gyakorolt, tudod milyen. Hányas vassal ütött, Csilla? Hányas vassal ütött? Ez a patter volt. Ez mi volt? Patter. A patter. A patter. Mi volt? Ez amivel gurítunk. Ez amivel gurítunk a végén. Ez amit összekevernek a minigolf alátába. Ez az a része. Én úgy vagyok vele, mint egy néhány országrész, hogy mindegy, csak vas legyen. Viszed be. Eltaláltam a szélét. A patterral? Ne, a golyóval, nem a patterral. Ja, jó, hát nem kell. Gyere, Jani, te jössz. Be kell mennie, Feri. Hát be kell mennie. Jó? Igen. Csilla, milyen volt Feri mozdulata? Hogy láttad? Igen. Ügyes volt? Egész jó. Mintha már oda dicsérje bele a mikrofonba, életem. Remek volt, mintha már volt a kezében úti. Na, nézzük. Azt mondja, de idétlen. Ilyen se lesz többet a kezedben, Jani, azért ezt jól nézd meg. Jó, János rákészül az ütésre, kicsi terpezbe áll, nézi a poharat, nagyon toporog, picit széteszi a lábát. Finoman, mondta neki Csilla. Igen, János rákészül, a kicsit a vállát megmozgatja, nézi, bűvöli a poharat, elüti a labdát, és neki megy a labda a szélének. Jó vagy. És kifújja az órát. Na, ebből látjuk, hogy ő is Lőrincről jött, kifújta az órát a szőnyegre. Végül is mégiscsak egy úri sport. Na, egy utolsó. Na.
Eddig senki? Ne, hát mind a ketten eltaláltuk a szélét, úgyhogy te vagy most a nyerő, vagy te lehetsz, és te nem. Csak jobbkezes. Mire? A balkezes ütő az másfajta? Az a másik irányú. Másik irányú. Oh! Mi volt? A hárman a színét találtuk el. Igen, de te a házszélét. Elsőre a széle az egyébként jó eredmény, mindhárman az üveg szélét találtuk el, vagy a pohár szélét. Hát igen, ez, erre mi azt mondjuk, hogy kifordul a lyukból. Tehát ez a lyuk minőségétől függ, hogy most be fog fordulni, vagy ki fog fordulni. Gyerekek, én bármilyen lyukban nem fordulok be. Igen, az már elmúlt az idő. Volt olyan, de... Volt idő, mikor nem válogattunk, nem most már azért ki kifordulunk. Szakszóval élve inflagranti, kifordul a lyukból. Nagyon jó. És ez mesélj már egy picit, én valami benfentes sztorit, amikor oda ment valami nagyon kifugszolt celeb, összevásárolta magának pár százezerért cuccot, aztán fél után hazament, mert megmondta. Volt ilyen? Láttok, köztünk maradt? Nem láttok? Nem, igen, találkoztam. Ki volt ide, elmondd már, ki volt. Nem lehet vakítani, érted? Nem, aki kimegy és kipróbálja, az beleszeret, szóval. Aha. Igen, sokan el is ezt mondta, hogy egyszerűen, ha egyszer golfütőt fogsz a kezedbe, akkor ez valami olyan szerelem lesz, ami utána megmagyarázhatatlan. De láttad a feleség? Igen, és minden megértek. Az olimpia mikori cél egyébként? Én nagyon szeretném idén. Idén? Tehát, hogy már most kint legyél? Igen, még van négy versenyem, tehát arra, hogy valahogy bekerüljek. Szóval most ez az elsődleges. Na, azt hittem, hogy ez egy táblati cél. Hát utána 4 év múlva, majd 8 év múlva, szóval majd később is. Meddig később lehet csinálni? Meddig? Tehát ami egészségileg gyakorlatilag bármeddig, nem? Itt olyan 50-60 és korban is van, itt nincs olyan, hogy akkor vissza kell vonulni meg. Igen. Kiégtél 28 évesen, mint egy NB1-es labdarúgó. Tehát van egy-két játékos kint a túron. Férfiak körülbelül ilyen 50-60 éves korukig is akár játszhatnak. Nőként igazából, amikor családot szeretnél, hiszen gyerekekkel utazgatni össze-vissza, mert minden héten más országban van egy verseny. Ugye, kicsin fog meg egyszer tápszeres üveget, mert ütnöm kell egy gyerekek a green, légy szíves, és meg a gyerekek. Hát az a légy szíves. Tegyél bele sűrítőt is, mert tudod, hogy bukik. A és a hatos vasat. Igen. Csilla, hát örülünk, hogy itt voltál, drukkolunk neked nagyon. Nagyon szépen köszönöm. Reméljük, hogy akkor ez már idén valósággá válik, és ott lehetsz a riói olimpián, ha megrendezik, mert olvasom, hogy lehet, hogy elmarad az egész, annyira nagy a káosz. Puszilunk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük. Rózsa Csillával, az egyetlen magyar profi női golfozóval beszélgettünk. 8:30 volt pontosan, 3 perccel jövünk, Ákos híre után. 3:49 van pontosan, egy jó kis Eminem után már is. Itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nagy a dugó a 10-esen befelé. Többen kérdezitek, mi az oka. Nem küldtek se balesetről hírt, se semmi másról, sőt, mint az Árpád hídon sincsen semmi. Egyszerűen csak sokan indultak útnak, úgyhogy sokan vannak úton. És emiatt van dugó. Sokan kétségbe esetten kérdezitek tőlünk, hogy segítsünk, elakadtatok. Nem látunk semmivel. Semmi, csak nem tudja fölvenni a város ezt a mennyiségű autót, ahogy mondjuk. Így van. Trafi a 4-es számú főúton Cegléden elkerülő szakaszán, mindenki vigyázzon. A Budapest irányába haladókat mérik a körforgalom előtt. Csoki guru küldte nekünk. Aztán a 106-os kőnél az M1-esen Pest irányában szintén trafi van. Feri küldte nekünk, és Budakalászi csomópont M0-ás felhajtó katasztrofális befelé. Zoli küldte nekünk, ez a 11-es főúton van. Régi 85-ös főúton Győr-Csorna között trafifaiparos Laci küldte, M7-es 145-ös kilométerénél horvátok felé szintén mérnek, és Soltról Kecskemét felé az 52-es úton a 21-es kőnél javítják az utat. Szép napot, Lili! Útfelújítás mindenhol egyébként. Nem tudom, mi lesz a téma, de mindenképpen el szeretném mondani, hogy csak egy valaki van, akivel nincs gondom, pedig a mackom. És feketén-fehéren megmondom, csak ő az, akivel nincs gondom. Ha egyedül vagyok, és túl nagy a zaj, hozzám simul és vigasztal. Megnéztem, panda. Ó, hogy rohadjál meg. Pont elfelejtettem egy kicsit. Na, miből idézel? És hogy élek, és kicsit kifejezést tettük, ez most miről fog írni? Senkire mi együtt megyünk mindenhova, és tudom, hogy nem árul el soha a mackóm, akivel soha sincs semmi baj. Panda. Atya, úristen, de tényleg komolyan. Meg kell hallgasd, akkor kimegy a fejedből. Hidd el, meg kell hallgatnod. Rotációba! Jó lenne. Na, beszéltem tegnap a National Geographic-kal, képzeljétek el. Na, visszahívta? Igen, fölhívtak adáson kívül. Elküldték MP3-ba? És elmesélték, hogy miről szólt az első rész. Nem. Ugye éppen a kertben áldogáltam. Felhívott Morgan Freeman. Felhívott Morgan Freeman, és azt mondta, hogy scusi mama. I am Morgan.
Nem, ugye lement vasárnap este 10 órakor egy ismeretterjesztő rész az Isten nyomában, amire rákészültem, beült a család, és mondtuk, hogy na végre egy kicsit rituálisan tévézünk, egyre kevesebb szer csinálunk. Hajvágás, orszörítítás, körömvágás, flexel a lábújunkat, de minden volt, ünneplőbe öltözött a család. Majd kiderült ugye, hogy rossz hangsávot indítottak el, és Morgan Freeman magyarázott, de sem szájszinkron nem volt, se a kép nem, tehát semmi nem stimmelt, és ugye mi próbáltuk tegnap kitalálni, hogy mi történhetett. Azt mondjuk el, hogy egy szűk fél óra azért kellett neked, mire ezt észrevetted. Hát ebből látszik, hogy öregszem, erről ugye beszéltünk tegnap, másnak 5 perc alatt leesett, hogy itt valami gáz van, én még fél óráig szittam magam, de nem értem, de bátor, de szar, hülye amerikaiak, miért kell ilyet elrontani, SMS ezt a maverom, hogy ne nézz, nagyon hatásvadász. Tehát azért ugye, én mint aki egyébként készíti a televíziót, milyen felkészülten néztem fél óráig. Próbáltam megfejteni, hogy az milyen ügyes. Jó, de nem jó. Később fognak összeérni a szálak szerint. Egész ügyes. Na, és hát kiderült, hogy ez egy technikai hiba volt, ezt már ugye tegnap is megírták, ugyanis hát külföldről adják a hangot, meg a képet is. Tehát, hogy ezt külföldről indítják, és baromi sok helyre szórnak ők, és ez nem Magyarországról indul. Tehát itt Magyarországon elmondta a leányzó, akivel beszéltem, nagyon helyes volt, hogy csak egy egészen pici irodájuk van. Ildi volt, és ezt külföldről elindítják, és ugye ott valaki, egy technikus, aki még el kellett, hogy küldje ezt horvátul, meg szerbül, meg csehül, meg mit tudom én, lengyelül. Ugye hát ő nem mindegyik nyelvet ismeri azért hallás alapján. Egyszerűen rossz szinkron tett rá. Tehát ezt nem itt indítják. Ők is szájtátva nézték, de nem tudnak már itt 10 órakor este mit csinálni vele. Aha, tehát mire fölhívod a kinti? Semmi. Hát az addigra már megy. Tehát nincs magyar központja. És minden premierről cidrizés. Jaj, Istenem, csak Vladimir megtalálja a megfelelőt. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt az oka, de hát szegények, ez szintén nekik is nagyon kellemetlen, hiszen azért ők is óriás plakátot, meg egy csomó olyan behirdették, és baromira váltak. Bár egyébként azt is gondolom, hogy ez az egész itt sokkal nagyobb promóciót kapott, mint a helyes elmondták volna, mert két napja mindenki erről beszél, hogy láttátok-e a National Geographic-et. Úgyhogy már nem kell fölhívni őket, mert elmondták, hogy leadják majd valamikor ugye az első részt, és a második rész pedig már nyilván remélhetőleg helyesen megy majd vasárnap. Ez az első elcsesztett rész most ez legendává vált, ez olyan lesz, mint az mindenféle félrenyomott ilyen pénzérmék, meg hibás bélyegek, stb., amiket aztán mindenki keresni fog, mert kíváncsi erre. Nem ezt, nem a jót, nem, a legelsőt, arra vagyok kíváncsi. Amikor el volt csúszva a hang, az ingyenceknek. Igen, abszolút ingyenceknek van egyébként. Mondom, hát én tegnap elmondtam, hogy mondtam, milyen nagyképű ez a Morgan Freeman, már rá sem néz a riport alanyára. Mert ugye egy riportot készített valakivel hangban, de ő közben valahol össze-vissza nézelődött képben, és mondtam, milyen fura, hát már ez a Morgan Freeman csak a régi. És már nem is mutatják. És már nem is mutatják a riport alanyát, és ő közben össze-vissza, nézelődött. Nincsen olyan Balázs, aminek összekeverték hangját régebben egy Mónika Showéval? Ott csak olyan műsor van, amiben csak összekevertek. És ráadásul ott észre sem lehet venni, csak a hangszínből, hogy különböző. ott mindent összekevertünk mindennel. Igen. Na, úgyhogy újra Isten nyomával leszek majd, és akkor megnézem, hogy mire megyünk. Valahogy a napokban adják le az első részt. Még egy fülszörvágás benne van a dologban? Én most megint rákészülök erre vasárnap. Megint, igen, ünneplőbe öltöztetem saját magam, és letelepedek rituálisan. Bepuderoztatod a kis popsidat, hogy ne pirosodjon? Azt minden este. De nem, szudokrémmel kellene most sokkal is. A szudokrém, a gyerektől rájöttem, hogy sokkal hamarabb elmulasztja a bőrpírt, úgyhogy minden este teszek. Kicsit pont a két farpofa között. Igen, és utána pedig a Viki összecsapja, és akkor... Na csücs, eljön az Isten. Ha Viki otthon van, ő hintőporoz be, ha nincs, akkor magamnak be. Igen, ha nincs, akkor takarítom. Mariskám, pillanatra legyek kedves. Egy ideig a Vikinek fura volt, hogy miért várom mindig fejállásban mesztelenül, és aztán ugye lemegy a spárgába tettem a lábam, és tudta, hogy jönni kell hintőporozni. Azóta már csak oda megy, beönti a vájúba a hintőkor. A kakastólas, most a kakastólas. Ja, Viki, te vagy? Na, szóval drágák vagytok, köszi a kérdéseket, ennyi a helyzet a National Geographic-kal kapcsolatban. Viszont mutatjuk, hogy mi a beugró. Jó, figyelje mindenki, ha játszanátok velünk hármasugrást. Ez a beugró a hármasugráshoz. Ó, egy nagy kedvencem is ott van. Egy nagy kedvencem is ott van. Papa Panda. Nem a Papa Panda. Mutatjuk még egyszer.
Annyit mondta, hogy nincs. Nincs. És én ezt a dalt nagyon szeretem. De lassú, de egyszer meghallgathatnánk, olyan régen hallottam. Nosztalgikus élményként. Egyetlen egy lassú dal belefér 9 után? Bele. Nem szoktunk soha lassú dalt, mert ébresztő jellegű a műsor. Csak ha leoltjuk a villanyt és lassúzunk is. Tudod, hogy egy lassú dal. Jó, igazából tudom, hogy nyitott kapuk a dönket. Az a durva, hogy azt hitted, hogy kiszúsz ezzel velem, de nem. Jöjjön a kérdés, jó, most a kérdés, gyorsan, akarom, kívánom. Mikor kezdődik a 2016-os labdarúgó Európa bajnokság? Tehát holnap napot kérünk szépen. Szép kérdés, mikor kezdődik a 2016-os labdarúgó Európa bajnokság? Mondtuk, hogy ez ugye mindig váratlanul bukkan fel a kérdés, és aki ott lenne a párizsi döntőn, az figyeljen, mert 5 váratlanul felbukkanó kérdésre kell majd válaszolni. Ez a második. Akik tegnap lemaradtak, azok ma már ne is próbálkozzanak, mert mind az 5 kérdésre helyes válasz kell, hogy legyen. Visszanézzük majd a telefonszámot a nyertesnek, és ha tényleg szerepel a listában, kidobja nekünk egy szoftver, pillanatok alatt megtaláljuk, mind az 5 napon, akkor érvényes az ő nevezése. Tegnap is volt egy kérdés, ma is van egy kérdés, és ez így megy péntekig. 5 helyes válasz után egy szűk körből kerül majd ki, aki ott lehet a párizsi döntő. Illetve ez a kör azért nem is lesz annyira szűk, mert sokan, nagyon sokan szeretnének ott lenni, de ehhez bizony hallgatni vagy hallgattatni kell valakivel a rádiót. Ha esetleg nem tudjátok, munkába kell menni, vagy suliba, vagy valahova, akkor valakit oda kell ültetni, küldj el nektek a jó választ, és ti a saját telefonotokról küldjétek el nekünk a választ, jó? Tehát ez nem ér, hogy mama játszik hétfőn, papa játszik kedden, papi játszik szerdán, Szolika nagyon figyel, csütörtökön, hogy egytől látom. Csütörtök, levélben küldítek be. Igen, tehát ilyen nincs. Nincs, ezt végig figyelni kell tényleg, és rajta kell lenni, szerint nagyon-nagyon komoly nyeremény. Még egyszer a kérdés. Mikor kezdődik a 2016-os labdarúgó Európa bajnokság? Nap, hónap. Ezt kell elküldeni neki. Hónapnap is jó, nem? A hónap után, ahogy akarod. De a hónap után már nem jó. SMS számunk 0-645-00-00, küldjetek a jó választ, mi pedig jövünk Julival a hírek után. Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után, pontosan 9 perccel. Itt vagyunk, megkíméltelek a lassú számtól benneteket. Egy jó Báj Alex volt egyébként benne a feladatom, és eszembe jutott, hogy mennyire szerettem Bászos régen azt a dalt. És az ember meghallja, és valahogy úgy jobb kedve lesz tőle, de aztán eszembe jutott, hogy azért nem mindenkinek, és nem mégse adjunk lassú dalt reggel, mi, akik mindig kampányolunk amellett, hogy örgös dalokat kérünk, és ébresztő dalokat, most akkor most ezért mert nagyon szembe mentünk volna. Saját magammal, akik mindig harcolok, hogy milyen zenék legyenek. Jó, de hát amit egyszer megígértünk, meg amit kimentem hátra felvenni a cipőmet, érted? Ja, lassúzásra? A maga sarkudat felvetted? Érted, felkentem egy kis csókára lust az ajkamra. Ez volt a lassú szám, kolléganőmmel már összeborultunk, hogy lassúzunk egy jót, de csak a tánc utáni csók lett a dologból, írja valaki. Jó, ha belefér még, akkor fél tíz után. Fél tíz után megkapjátok. Miami, egy jó kis Will Smith. Van valami jó Will Smith film mostanában? Nincs. Semmi? Régen úgy szerettem a filmjeit. Volt egy annyira jó filmje, amiben a saját fiával játszik, és az viszont jó, amikor is egy ilyen ügynököt alakít, aki sehol nem kap munkát, és már ilyen metró aluljáróba alszik a gyermekével, igen. Egy igaz történet alapján. Na, egy jó. Fú, de jó film, de szép film. A rendes gyerekével játszik. A rendes gyerekével játszik, és nagyon-nagyon megható film, és arról szól, hogy az utolsó után egy pillanatban egyszer csak egy ilyen segítő jobbot nyújt neki valaki, bemegy egy iskolába, ott felveszik, állásra lesz, és hogy mászik ki a gödörből, de már mondom, ott tartanak, hogy ilyen metró WC-ben alszik. A boldogság nyomában ez a film címe. Fú, de jó film. Az egy nagyon szép film. Én a Men in Black-et szerettem tőle. Jó, egyiket az is nagyon jó. Én a Men in Black jó. 12 éves gyerek szintén. A büdös életben nem láttam a Men in Black-et. Nem láttam. Nem mondom. Nem láttam. Azt még én is láttam. Én tudom, hogy miről szól, és hogy belevilágítanak mindenkinek a szemébe, de nem. Elejétől a végéig nem láttam. Soha. Se az egyet, se a kettőt, se a hány részem. Csomó marha jó színész van benne. Nem láttam. Nem tudom, hogy nem tudnék belőle részleket mondani, nem néztem végig. Csak amikor belenéz az ember, de egybe az egész filmet nem. Vannak azok a filmek, amiket nem látsz soha egybe, csak mindig belenézel. Van ez a típus, tudod, hogy valamiért nem tudod, hogy miért nem láttad,
tudod, hogy miről szól, láttál belőle na. részeket, bemutatót, de nem láttad egybe az egész filmet, a Men in Black az, amit én nem láttam. Pedig mindenki azt, hogy milyen jó. Most néztem meg. Ugye egy... a Shrek című rajzfilmet, soha az életemben az nem láttam. Az zseniális. Soha nem láttam egyet. De jó, hogy nem szereted az animációs filmeket alapból, hát nagyon keveset nézel. Na valamit szeretek, egy jégkorszak, meg ez azért, azt bírom, de valahogy a Shrek mindig elkerül. Annyira jók vannak pedig abból is. Érdekes, én a Passióval voltam így, most a múlt héten néztem meg a Mel Gibson féle Passiót. Passiót én, de ez csak úri Passió. Hallottam már így is. Saul fiának, Szolfiának is hallottam, még Passiónak is. Szóval hallottam, igen. A Mel Gibson, ugye? Azt igen, mondtam. Igen, igen. Nagyon, nagyon egy időben ugye rengeteget lehetett róla olvasni, hát nyilván főleg akkor, amikor megcsináltam a Gibson, mert hogy hatalmas ilyen, hát ilyen botránykő volt, lehet mondani, és hát ugye mondták, hogy túl brutalizálja, meg túl nyersé teszi az egész a bibliai történetet, és hogy és valahogy nekem az kimaradt, nem néztem meg, aztán most valamelyik csatornán így rábukkantam, és végignéztem. Hát az apokalipto azért jobb. Apokalipto. Meg a rettenthetetlen. Azt tényleg hallgatok, van egy új Will Smith, ami nagyon a Sérülés a címe, egy angol-amerikai ausztrál filmdráma. Igen, azt nem tudom, hol játsszák, milyen moziban. Még tavalyi film. Tavalyi film? Látom. Akkor már nincsen. Leszedjük majd. Töltős. Letöltős lesz az, Ferencem, letöltős lesz az. Hát neked nem, de hát, majd én is töltök, csak én kolbász. Az kell. Hát, mi jut? Így áll helyre a világra egy. Ki filmet tölt le, ki kolbászt, és így vagyunk mi. Kerek egész, hogy Berecki Zoli is mondaná. Na, ez a vég, igen. Hogy te Berecki-t idézel. Csak a legnagyobbakat idézel. Zoli dobott valamit, küldött valamit? Nem. Semmi. Újabb jegyet következő előadásra, mert ugye elmentél, megnézted színházban. Ne elmentem, kulturálódtam egy kicsit színházban. Nem írt meg, nem küldött semmit. De hálát, miért is kellett? Hálátlan. De miért? Hát azért. Érted? Te is részedről ez egy nyitás volt az irányába, hogy elmentél és megnézted. Most nyisson ő. A darab irányában nyitottam, azért ezt mondjuk így inkább. Tehát, hogy Zoli, nem nyitás volt Zoli irányában. A darab a színház és a kulturált színházi viselkedés irányában. A színházi világ irányában. Igen, ennek első példánya volt a lepkegyűjtő Berecki Zoli valami, egyébként tényleg egy jó darab. Na, gyorsan egy-két közlekedés hír, mielőtt Juliskával folytatnánk. Karcag és Bucsa között félúton van egy trafi. Köszönjük szépen. M3-as rekettyés pihenőhely Budapest felé egy rövid szakaszon félpályás lezárás, plusz balesetek, dugók, úgyhogy van minden. Béla küldte nekünk. Köszönjük szépen. Rengeteg jó megfejtés az EB játékunkra. Küldjétek csak, drága hallgatók, küldjétek, hogy aztán pénteken valaki majd nyerhessen, valamint a 10-es út nagyon lassú. Na. Egyébként minden rendben van. 26 fok, süt a nap, úgyhogy jó a reggel. Mi pedig már is megyünk tovább, megjött hozzánk a mi Juliskánk. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello, jó reggel! Hello! Hello. Hello. Juli. Mit felejtettél el? Mit felejtettem el? Nem tudom, mit felejtettem el. A beugrót. Milyen beugrót? A hármas ugrásra. Nem felejtettem. Megmutattam. Mikor? Óra előtt. Óra előtt. Ahol szoktuk. Igen. LB kérdés volt. Meg beugró. Basz! Már bocsánat. Basszus. Ezt lehet mondani. Igen, basszus. Mit csinált? Kávéztán átaludtad? Ezek igen. Körülbelül tényleg pont arra 3 perc léptem. Igen. Ki. Most ugye Anna nincs, és Juli helyettesíti, és Juli, mi most a kis telefonos csajunk is. Azt nem voltál bent, leadom. Én azt nem felejtem el soha. Ez nem egy szakkör, ez egy rádióműsor, érted? Nincsen ilyen, hogy annak kapcsán kezdtünk el beszélgetni a lassú számokról, mert hogy van egy olyan szám, amit már régen hallott, és... Nem tudtam, hogy mire rá. Így van. Jó. Na, jó van. Juli, mi újság? Hello, kész egy kávét? Nem? Nekem a Legenda vagyok című film, az volt az egy jó, ilyen nagyon ikonikus. A Legenda vagyok? Az nagyon jó. Hát ugye az utolsó ember a földön, fertőzöttek vannak minden, illetve azt hiszi magáról, hogy az utolsó, de valójában nem. Maga a film nem volt túl jó. Nem egy jó film. A képi világa, az zseniális volt. Aki elég közhelyes, akkor ott megy, és a fényre kijövő ilyen vámpirok, a zombi kerül, és akkor a végén ott elmegy erős film. Hogy kifordították az eredeti történetet, mert teljesen más aspektusból mutatták. Igen. Nem, ez a Boldogsanyja, ez tényleg egy szép film, tehát megnézed, ha arra vágyik a lelked, hogy kicsit valamit boldogabb legyél, ezt megnézed, nem és rájössz. De egy szomorú film, ami aztán azt nem lövöm el, de szomorúan indul, igen, de nagyon szép film. Hát néha ilyet is kell nézni. De ha igazán sírni akarsz, akkor a Wild Wild Best. Nem.
Akkor öt, akkor ötves csöpi. A millió dolláros bébi. Tűzcsúcsú. Egyből jobb lesz. Mi újság, Juliska? Minden oké? Okay? Igen, persze, egyébként minden oké. Okay. Képzeljétek, srácok, a Mirónak 8-án most születésnapja. Egy! Megjövette már az AK-t, lövöldöz már a levegőbe, minden nap egy sorozatot. Még nem, de már a malacot egyébként berendelte. Nem mondod, hogy lesz nagy emésves. Egész malac? Aha, igen. Azt a mindenit. Hány éves lesz? Tudhatjuk? 34. 30? Neked fiatalabb a pasid? Aha. Komolyan? Egy 20-assal. Fiatal pasid? De nem látszik rajta. Mármint a pasid. 34 még csak? Hát ez nem kor. Gyerek még. Az. Hát. Hogy csípted el? Hogy csípted el annó? Ő csípett el engem. Tényleg? Igen. És amikor megmondta a korát, akkor nagyon kardomba töltem, hogy hát ez nem ügyeskedj, hát az 12 évvel ezelőtt volt. Igen. Hát, ne ügyeskedj, 16 éves srác. 22 éves kis 22 éves volt, te pedig 24. Igen. Aha. Hát az nem vészes korkülönbség, bár azért a nők szeretik az idősebb palikat, mert ráadásul egy 24 éves nő az már majdnem kész nő, mert korábban értek. Egy 22 éves pali az még azért nagyon nincs kész. Hát még nagyon nincs kész, és hát ugye olyan 23 évesen nősült, én akkor 25 voltam, tehát hogy ez... De így... akkor még valaki más tett el. Engem vett el, de hát szerintem az egyébként elég. Mert akarta. Így van. Ennyi. Nem az a durva, hogy ennyire jól működik, mert hogy azért 23 évesen valakit az ember elvesz, az 30 éves korára hát már elfárad, mert rájön, hogy még nem élt eleget, meg mit tudom én, tehát ez tök jó. Van, a naspolya is akkor jó, ha érett. De 24 évesen még azért ott még annyira nem volt, volt annyira érett. Az a függete nem volt még annyira ez érett. A naspolya. Érett volt már? Na, de hogy miért működik? Na. Hát többek között, ugye most lesz a születésnapja, és hát bár mi rendszeresen praktikus ajándékokat szoktunk egymásnak ajándékba adni, rá is szoktunk kérdezni. Edénykészlet, meg ilyenek. Mennyire vágyik, de mi az, amire szüksége van. Most ő például a parfümöt jelölte meg, mert éppen elfogyott a parfümje, de gondoltam, hogy egy kis extrával is készülök, és gondoltam, hogy meglepem egy ilyen erotikus glamour fotósorozat. Ez az a mindenit! Őszintén szóval én már nagyon régóta kacérkodtam ezzel a gondolattal, meg szerettem volna elmenni egy ilyen fotózásra. Ja, te vagy a modell. Ja, ne, ő. Ja. Tehát őt küldtem el. Glamour fotózás. Ja, hogy ez akkor tulajdonképpen neked is ajándék, hogy megcsinálhatod végre. Persze, igazából miközben készültem erre az egészre, rájöttem, hogy tulajdonképpen hát miről szól ez az egész. Ez rólam szól, ezt magamnak csináltatom, ezt a fotósorozatot. Hát mi most azt várom tőle, hogy majd letölti a telefonjára és nézeget. Hát kicsit azt is nézeget, mondjuk, azért azt nem, is. Nem. Megnézi, és nyilván örülni fog neki, hogy milyen csinos a felesége. De úgy szerettem volna már régóta elmenni egy ilyenre. És van a játszótéren egy nagyon kedves anyuka, akivel szoktam beszélgetni. Várjál, megvan a fiú. Játszanak a gyerekek. Figyelj, te hol szoktad csinálni ezt a fotóidat? Én azért voltam párszor játszótéren, én nem tudok belefutni egy ilyen beszélgetésre. Soha nem mondom, csak ugye? Hogy a gödönke mennyit eszik, miért taknyos az óra, mit mondott a körzeti orvos. Fújja már, nem fújja. Az az anyuka. Beszimogasd már, fújjad már ki, hát folygattak, hogy a pofátok. Gödönke, megint taknyos az orrod. Jaj, Józsika, megint letörted a bokrod, gyere ide, mert apát szarrá akar verni. Nem a te vödröd, a milyen? Igen, két anyuka beszélget, hogy a harmadik milyen ronda, meg mennyire kövér. Tehát miért nem futok bele egy ilyenbe, hogy te hol csináltad az erotikus képeidet, de ahol egy kicsit közelebb ülsz, tudod te is, és így próbálsz egy kicsit fülelni, komolyan. És így megjelenik az a két arc között a tiéd, harmadik. Zavarok? Halló, itt vagyok. Szóval játszótéren erről beszélgetünk, mert most már nagyobb a gyerekek, most már játsznak, fociznak, bicikliznek, szaladgálnak, úgyhogy volt. Csodálom, bocsánat, csak egy kis kitérő, te bírod ezt a játszótéri atmoszférát, tehát arra születni kell azért. Tehát le a kalappal, hogy viszed őket. Játszótér. Az egy külön. Nem tudom, az egy külön. Ökoszisztéma. Persze. Nem, mindig fölveszek valami ruhát. Nem, egy levelek karót, és mindig van rajtam valami. Nem csak a kertbe, sose csapom ki, mert diszkrétebb vagyok annál. A szomszédok mindig átnéznek. De miért nem játszotok, vagy nem mentek játszótérre? Mit csináltok akkor a gyerekkel, hogyha nagyon mozog? Vagy játszótér, vagy semmi? Tehát, hogy a gyerek ha rövidre akarod zárni, és mondjuk egy órád van arra, hogy valamit csinálj a gyerekkel, akkor nem mész el vele kirándulni, nem viszed ki a játszótérre. Én utálom a játszótérre. Én akkor melyik játszótérre van. Ezért vettél futógépet. Nem, egy játszóteret vett, de ez most nagyon igen. Igen, fölkötöm rá a gyereket, csak nagyon beveri a fejét, ahogy alul átfordul mindig. Biztos így kell használni? Nem, ha jön egy barátom, vagy barátokkal megyünk, és akkor ilyen gyerekes program játszótér, de nem az én világom annyira. Na mindegy, nem érdekes. Szóval, igen, és szóval? Akkor, igen, tehát ott beszélgettem egy anyukával erről, és amikor ő ezt meghallotta, mondta, hogy hát a legjobb forrást találtam meg erre, mert hogy neki van egy ismerőse, most már ezeket ez már fenntartásokkal kell fogadnunk,
aki, amikor egyébként várandós volt, egy zseniális fotósorozatot készített róla, és ugye soha nem látta még olyan szépnek magát, mint azokon a képeken. Na, mondom, jó, hát akkor ez. És hogy esküdött rá, hogy ez állati jó, hogy menjek el hozzá, jó képeket fog rólam csinálni. Megadta a telefonszámát, felhívtam a fiatalembert, mondtam neki, hogy hát milyen típusú képekre vágyom, mit szeretnék belőle kihozni. Mit mondtál neki? Hát, hogy a férjemnek a születésnapja lesz, és szeretnék olyan fotókat, amin fehérnekben vagyok, de hogy kicsit erotikus, kicsit szexi, de mégsem mutat. Tehát mégsem... Értem, hát hogy nem keveset mutat. Így van, igen. Amit már unasz, ne lássa. Így van. A Lacinak egyébként az első kérdés... Milyen élekrombolóak vagytok. Én nem lennék házas, hallgatnám magunkat, nekem elmenne a kedvem a házasságtól. Komolyan mondom, hát azért ennyire nem durva a házasság, mint amennyire. Nekünk is elment, azért mondjuk. Atya úristen. Gyerekek, bennünket hallgatnak még azok, hogy házasodni akarnak. Akik házasodni akarnak, szerintem egy életre elmegy a kedvük. A Laci első kérdése az, hogy olyan kép nincsen, ahol látszik a csúnyát. Jézus, atya, úristen. Egy őszinte férfi. Egy pici erotika, egy pici finomság, hát nem szorult, nem szorult, az nagyon beléte. Na, szóval mondta, hogy hát szereti az ilyen fotókat, úgyhogy vár, akkor engem szeret. Hát ez a fotós, ez. Ja. És elkezdte nyolni, hogy száll a szél. Nagyon szerettem a képeken. És megbeszéltük az időpontot, vittem magammal a kis fehérnemű készletet, azt jelezte előre, hogy neki nincsen sminkese, úgyhogy hát azt majd magamnak kell elkészítenem. Jó, mondtam. Neked kellett a bibircsókot a combodra. Ha van egy kis parti a sejhajon, akkor ezt már meg légy szóltól levakolod. Pufnizd már le a kelést a senkedet. És hát megérkeztem. Na, tessék, itt megjött a romantika. Igen. Igen. Megérkeztem, és hát kiderült, hogy hát ez a fiatal ember, ez egy, hát egy nagyon lelkes amatőr, neki nem stúdiója és műterme van, nappalia. Hanem egy lakása. Ma nem egy okos telefonja. Hát körülbelül majdnem, hogy ő egy középiskolai tanár, aki évekkel ezelőtt rákattant a fotózásra, elvégzett egy tanfolyamot. Jézusom. És azóta a barátnőket, illetve ismerősöket fotózza. Na hát akkor, amikor már ott kint voltam, és az így. Milyen jót ajánlott az anyuka játszótéren. Ezért mondom, sose bíz az anyukákban játszótéren. Sose bíz, mert nem tudod, hogy nem a vesztedet akarják. Nagyon kedves fiú, régen pedagógus volt, a tornatanár mindig fotózgatta a gyerekeket, aztán emiatt eltalácsolta. És most keresi a törékeny alkatú, kicsit lányos, külsejű anyukákat. Szóval, amikor ez így kiderült, akkor már éreztem, hogy rezeg a légy, de hát miért ne előlegezném meg neki a bizalmat. Mondtam, hogy hát akkor öltözzek fel fehér neműben. Akkor mi, akkor egy ilyen toporok vagy, egy hideg csempés fürdőszobába, egy WC-kefe, meg egy mosószivacs, és egy félig vízköves kád mellett, egy két lókofürdőköpennyel és egy frottírtörlő között nem átöltözöl? Nem, mert egy nyári konyhában fotózott, és kint állt. Egy Wunderban most illatosító és egy amószappa mellett? Tehát nagyjából így kell elképzelni? Egy bukorra nyitott ablak mellett. Aha. Ott ezt én átöltöztem, mire visszajöttem addig. Állj, légy a konyha szekrény elé. Köntösben? Vagy ilyenkor te már csak fehér neműben lépsz be? Jöttem ki, igen. És mire visszaértem, ott volt az ágy letakarva egy ilyen nagy szatén lepedővel. És ott fekvizet, hogy sávó vesztele. Nagyon nagy. És azt mondja, igen. Ott fekvizet, mert ott mesztelenül. És egy százas csomag rákógú. Igen, egy női harisnyával a fején, tudod. Hova megyünk, bankot rabolni? Mi lesz? És amikor bementél éppen egy női parókába, rúzsozta a száján durva mozdulatokkal. És kifejezéstel tekintet. De hogy leterített egy nagy szatérlepedet. Jó Isten. Igen, és mikor kiléptem, mondta, hogy hát egyébként nagyon izgul. Miért találod meg az összes problémát? Tényleg az összes hülyét megtalálod, de ez jó. Hogy, igen. Hogy hát én nagyon izgul, mert hogy neki is ez az első. De akkor miről beszélt az anyuka a játszótéren? Az majd mondom még, ez sose bíz az anyukákban a játszótéren. Milyen fotók voltak azok. Mondom, atya úristen, mi lesz ebből? És akkor hát lefeküdtem az ágyra, vagy hát én oda térdeltem az ágyra, és akkor mondta, hogy hát akkor, hát hogy helyezkedjek. És akkor így mondtam, hogy na de hogy helyezkedjek. Hát úgy. Hát hogy nézzek. De mi az, hogy neki az elsődő nem profi volt, vagy nem fotózott? Ne, hát ilyen típusú mert Nánási Péternek. Ilyen típusú. Olcsóbb, mint a Pali. Ilyen típusú glamour fotókat ő még nem csinált. Ő még nem, ilyen még nem volt. És akkor mondta, hogy hát akkor... Hát akkor próbáljak meg valami szexi pózt fölvenni. Meri, most
hallok, ne haragudj, de... Léci, csinálj majd, amit, ami szexi, mert ez, amit ott látok, hát Léci, erre nem csattan el a vak. Heversz ott, mint egy felborult vödörbe. Igen? Mondom, jó, de hát ez hogy kell? Tehát, hogy mármint úgy értem, hogy szóval, hogy én nekem nyilván... De szürreális lehet, tehát ez egy idegen szóval egy pali, fotóze... aki a tördeli a kezét, te ott ugye egy hideg szobában, egy ilyen félhideg szatéllepedül, az forgolódó. Ezt nagyon látom szóval, magam nagyon, igen, nagyon-nagyon kellemetlen volt az egész. Bejött az anyja. Lacika! Senkám, itt van a kaszimbantos. Mit mondjak meg, hogy mit mondjak? Tudok később visszajönni, időpontot kértünk. Szóval, hát igen, akkor volt ilyen, hogy akkor így... Térdre áll. Mivel indítasz ilyenkor? Tehát ilyenkor először kellemesen lefekszel? Vagy egy ilyen... Hát igen, először... De, mert úgy, hogy a pózoktól megyünk, először, ugye a durvábok igen, először elheveredtem, mint egy ilyen... Egy vörös szatéllepedet. Hát egy ilyen, mint a budvárban elheverednek a nők. És kaptál akkor... ilyen boát a nyakadba? Vagy volt valami egy nem, párna? De egy festő... Boát? Bo az nem volt egy festő... valami kellék, amit így az ember szavarta maga elébe. Nem, hozott egy pezsgős poharat. Hogy mondta, hogy hát akkor azt mi lenne, hogyha tartanám, és mondom, de hát üresen mondta, jó, akkor ez rossz ötlet volt, csak akkor feküdjek le, és akkor hozott egy szeles sorsot. Meg egy fasírozott a zsemmét. Mondta, hogy jó, akkor ezt tegyük le, ez hülyeség, akkor tulajdonképpen csak úgy mozogják a kamerán, ő meg majd úgy, vagy mozogják a kamerának, és akkor majd ő úgy fotóz. Én mozgóképek? Nem, hát, hogy én pozoljak. Még nem döntött el, hogy filmes vagy fotós. Hogy pozoljak, és akkor ő majd fotóz. És hát kattintgatott szerencsétlen össze-vissza, persze a lakás az pici volt, úgyhogy sose tudott úgy komponálni, hogy legalább az éjjel szekrény, meg a függöny karcs, meg a úgyhogy én akkor már kezdtem baromi kellemetlen. Mindig megmutatta a képeket? Tehát láttad, hogy mit csinál? Igen, így mutogatta, és akkor mindig mondtam neki, hogy figyelj, ez tök jó, de hogy mondom, ott van a nem vagyok rajta. Mondom, ott van a háttérben a függöny karnis, meg ott van az ablak. Meg szegény dédszüleit képe. Igen, meg a nagymama urnája állandóan nem lehetne kihagyni belőle. Igen, és ez a farok csóváló komondon. Szóval, hogy volt ott minden, de hát körülbelül szóval fél óra után mondtam neki, hogy figyelj, mi lenne, hogyha valami mást, helyszínt, vagy akármit változtatnak. Ha te feküdnél be, és én fotóznék. Előrébb vagyunk. Jó, akkor öltözök át, hogy van kint a kertben egy gyönyörű szép virágzó cseresznyefa. Hogy... És akkor a nagypapát is kidugjuk a napra. Jövök már a nagyom, köszönöm, hogy napozhatok. Van kint egy gyönyörű szép virágzó cseresznyefa, hogy majd az milyen szép lesz. Igen, nem csak a cseresznyefa baromi magas volt. Ez csimpaszkodnom kellett volna. Nem csimpaszkodtam, mert akkor ugye az volt, hogy akkor ő letérdelt, akkor az baromi elénytelen volt, hogy így nézek le. Egy... És akkor már a szomszédok is odajöttek támaszkodni a kerítés. A fejem föl. És akkor mondta, hogy akkor menjünk vissza. És akkor mondta, hogy van egy nagyon jó ötlete, és akkor itt jött a totál abszurd, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt itt fejezzük be, illetve hát már amikor már megcsináltuk, már akkor mondtam, hogy... Hát kurjongattak a kocsmából is át, hogy... Biztos láttatok már ilyen képet... Karcolok is, Sejpetike! Biztos láttatok már olyan képet, amiért nem tudom, valamilyen megmagyarázhatatlan okból, fenyőfa izókat tekenőkre. Micsoda? Fejfézott karácsonyi ízó. Karácsonyi ízó. Készletet rátek el. Bocs, ez fájni fog csíptet. És azt mondod, hogy nincs jobb ötlet, tekerjünk rá ízót. Nem, hogy higgyem el, hogy ezek a kis fények így nagyon jól fognak nekem mutatni. És rátekert egy karácsonyfa ízót. És rátekerte a karácsonyfa ízósor. Tudod, ezt pici ledes macagot. És ez még a kertben volt, vagy erre már bejöttetek? De mondd, hogy nem rázott meg az áram, amikor bedugta. És csinálj így. Falé átuklom, hogy irabátyám az neki van 5 méteres hosszabbító. És képzeld, de pont ez, hogy a képen kívül lóg, be voltam dugva egy hosszabbítóba, ami ott fityegett a magas sarkumnál. Megszólalt a telefonja, én ott álltam bedugva a karácsonyfa ízósorba, én magamra néztem, és azt mondtam, atya Isten, ennél nem lehet le. És akkor mondtam neki, hogy figyelj ide, én most hazamegyek, és köszönöm szépen a lehetőséget, de nem, ezt ne csináljuk tovább. Tehát, de nagyon szépen kérlek. Mondta, hogy nem rázott meg az ízósor. Nem rázott meg az ízósor, de levetkőztem, és mondta, hogy nagyon szívesen átküldi a képeket, hogy adjak neki egy e-mail címet, azóta se küldött egyet se, de tulajdonképpen nem is baj. Hát nézd, amiket én ott közben láttam, az nem. Hozzá már egy-két képet, hát csak ebből a mi szórakoztatásokat zseniális lehet egy-két. Hogy hozzon át, vagy küldjön el belőle néhányat. Na de hát a projekttel, vagy magával az ötlettel, vagy a gondolattal egyébként nem
nem hagytam fel. Ezért aztán megkerestem egy profit. Igen. Azt honnan tudtam? Igen. Hát azt... Hogy volt hosszabbítója, de kellett kölcsönkérni. Igen. A CBR-nál láttuk a muskultnál, amikor az egyik... Őt is ajánlották nekem. Maklári Tóth Attilának hívják őt egyébként. Én a Tóth Attila nevet írtam föl. Tóth Attila név alatt van fotós, valamint Balatonon. Igen, igen. Igen, fülorgégészeti konferenciákat fotózik. Na, jó. És mondta, hogy kérek egy nagyát, és egy ős papival lenyomta a nyelvedet, tudod. Igen. De mivel Balatonfüreden volt, ezért gondoltam, hogy hát ez nem az az ember lesz. Melegítsünk meg néhány mandulaképpel. Aztán fotózunk egy középület. Ezért erre az emberre esküdött a barátom, és akkor beszéltem vele, és mondta, hogy hát neki van, ő már csinált egy pár ilyet, mondtam, hogy nagyon rossz tapasztalataim vannak, mert már volt egy ilyen, mondta, hogy ne aggódjak. Mert tegnap még karácsony fejégön tekertek rám egy hosszabbítóval. Mondta, hogy ne aggódjak, ő már csinált jó pár ilyet, nagyon tetszeni fog a végeredmény. Mondom, én már túl vagyok egy csomó galmúr fotón. És megbeszéltük vele a helyszínt, az időpontot, mondta, hogy lesz profi sminkes, hogy ők csinálnak ilyen átalakító fotósorozatokat, úgyhogy higgyen, bízzam rá magam, hogy nagyon jó lesz. És fiú csinált belőlem. És a Kosztolányi Dezső téren van a műterme, és ahogy mentem a Kosztolányi Dezső tér felé, akkor esett le nekem a tantusz, hogy te jó Isten, én már jártam itt, méghozzá akkor, amikor az Aktívnak forgattam a Pantinci Nedináról, a Playmate-ről egy anyagot. Leesett a tantusz, hogy te jó Isten, egy olyan pasihoz megyek, aki korábban playméteket fotózott. Hát úgy egy picit megremegett a térdem, egy picit zavarba jöttem ettől a szituációtól. De ez nem egyből pornó, tehát azért, mert ő valaha fotózott ilyet. Nem az, hogy pornó. Egy ilyen elefánt a porcelánból olyanban. 10 percig csöndősen, hogy megérkezel a megszólalás, hogy hát de ezt mondja. Nem ezt mondja. Nem. A női lélek életője. Nem ötből pornó. Feri. Pornó. Úristen. Hát dehogy nem. Ez van benne. Nem azt gondoltam, hogy ő majd azt mondja, egy kislány és fotózott, nem hanem azért benne aggódtam, mert hogy ez a nő, ez a pasi iszonyatosan jól őket fotózott előttem. Érted? És nem akkor... egyből pornó. Megjött Feri. Nem. Arra gondolt, hogy ugye ő elmegy, ő nem egy playmate, nincs nagy cickó, nem egy jó nő, és hogy aki jó nőket fotózott, milyen rossz. Nem erre gondolt. Ez egyre jobb. Én most állok fel, és megyek haza. Én vagyok az elefánt. Egy nőben ugye az rossz érzés szül, hogy tökéletes testű nőket fotózott, és az ember egy kicsit gátlásosabban áll a kamerája elé. Kicsit nem azért, mert pornó. Te jössz, Jani. Mi történik? Úristen. Szóval felmentem az emeletre, fogadott engem az asszisztense, ott volt már a sminkes is, ott megjött Attila is, fotós, és mi van? Sem. Mond, igen, már egy kicsit, igen. Hogy van 5000 bónusz, hogyha bevállalsz már. Mondja, Gyuli, igen. Marha. Szóval a lényeg az, hogy szólt a zene, nagyon jó volt az atmoszféra, nagyon jó volt a hangulat, a sminkes elkezdett engem sminkelni, hát majd 3-4 órán keresztül tartott, mire feltett, de egy olyan sminket, egy olyan szuper jó sminket, és akkor jött Attila, aki bevezetett engem a műterembe, és akkor felültetett az ablakba. De miért kell? Mondom, ebből mi lesz? Miért kell, hogy az ablakba ülnöd? De már akkor azért megvolt bennem a bizodalom, mert eleve szóval nagyon jól néztem ki. Tehát azt gondoltam, hogy ha egy nagyon... bizalmat adott. Igen. És aztán egyébként kiderült, hogy ez a Maklári Tóth Attila, ő az az ember, aki az FHM-et, a CKM-et, a Playboyt, meg mindent végig fotózta, úgyhogy akkor már tudtam, hogy nagyon-nagyon pocsék képek nem készülnek rólam. És majd fölnyúlt egy polc, és levet egy karácsony. És körbe tekert egy labort és egy amószoppa. És körbe vett engem egy ilyen derítő panellel, amitől az egész egy ilyen nagyon ragyogó fehérségbe kerültem, nagyon-nagyon szépek lettek a fények. Mondta, hogy ez azért jó, mert ha egy kép jól be van világítva, amit ugye csak jó fotós tud csinálni, akkor utána nem kell mahinálni, meg photoshopolni, mert hogy a kép az magától jó lesz. És megcsinálta a képeket, de nem úgy, hogy csinálja, amit akarsz, hanem ő pontosan megmondta, hogy hova tegyem a kezemet, a lábamat, hogy ne úgy csináljam, hogy ne feszüljön, hogy ne legyen csúnya ott, hogy ne
úgy álljak, mint egy ilyen görcsös kislány, és egyre jobban kezdtem magam elengedni, és egyre jobban éreztem magam a bőrömben, srácok, szuper jó élmény volt. Komolyan? Mi volt jó. Honnan visszajönni? Tehát, hát, azért így nem csak azért, szerintem, tehát én azt gondolom, egy ilyen élményre minden nőnek szüksége lenne, mert én úgy jöttem ki, olyan önbizalommal telve, amilyet ritkán érzek, és amikor a Miró meglátott, még rajtam volt a smink, meg úgy egyáltalán... És akkor vekerni vetted észre, még mindig baby dollba vagy. nem felöltözött. Amikor a Miró meglátott, ő is látta rajtam, hogy ragyogok. Úgyhogy elhoztam 3 képet, mert egyébként én megmutattam azóta a Mikinek ezeket, mert nem bírtam magammal. És egyébként a fotós csinált rólam olyan képet is, amit aztán majd később tudok használni, de megmutatom a visszafogottabbakat. Van a durvábbak? Tehát van, ami már ilyen... Persze, olyan, amit igen. Nyilván nem nektek. Mondjuk engem az előző széria érdekelne, az előző fotósnál. Tehát a megyfán, amikor lógtál, azt én nagyon szeretném alulról. Wow! Gyerekek, a Juli brutális, tényleg is ilyen, hát fehér nemű szedben, de ilyen combfixel, gyönyörűen kisminkelve, felsimulva egy ajtóra, vagy egy ablakra. Ez a klasszik ablak. Nagyon szépen kisminkelve, és szexi a cucc, ami rajtad van. Egy ilyen kis fekete hálóink-szerű, meg egy jó kis combfix. Nagyon. Egy ilyen kis babydollos cucc. Szép, tényleg jó. Szerintem jó lett. Nagyon gusztusos. Van még egy ilyen, azt is megmutatom, hogyha egyszer betöltöm. Itt már látszik a magas sarkú cipő, combfix, ugyanaz a fekete hálóing, Juli kinéz az ablakba. És aztán csinált volna egy image fotót is. Hát ez egy ilyen profilkép, igen, aha. Ez egy ilyen kis visszafogott igen. Ruhában na, egy profilkép. De rólam ilyen profilkép még büdös életben nem készült. Nem. Nem. Ez biztos. Kislány, ez biztos, hogy valami ilyen képében. De tök szexi vagy. Tényleg. Miről örült? Örült, igen. Hát úgy tetszettek neki a képek. Egyébként nyilván nem, hogy is mondom, csapott a levegőben, mert ő azt mondta, hogy ő egyébként mindig ilyen szépnek lát engem. De helyes. Kedves tőle. De tetszettek neki a képek, igen, nagyon tetszettek neki. Úgyhogy, szóval azt mondod, hogy minden nőnek egyszer egyet ki kell próbálni, akinek lehetősége van. Így csaj vagy, hogy jó smink van rajtad. Így van, jó smink van rajtad. Jó cuccot adnak rá. Jó képek készülnek rólad. Tehát ha ránézel erre a fotóra, akkor azt mondod, hogy igen, én is. Bennem is ott van a szépség. Nyilván rengeteg melóval, mert sok sminkkel, meg jó ruhákkal, meg jó beállításokkal hozták ugyanezt ki. Én se így nézek ki minden reggel. Jó, én azért egy darab cseresznyefásra. Jó, jaj, csak egyet, majd műsor után, ha lehet. Jó, hogy ott fogod a kis ágacskát, kicsit pipiskedve, és akkor ott ő alulról nagyon próbál egy karácsony fejével a nyakadba fotózni. Egy olyat találhatnánk. Vagy hogy vársz a kanapén, hogy jöjjön végre és fotózzon. Biztos előtt egy pár képet. Egyet-kettőt kérjél már. Na jó, köszi Juli, tök jó, hogy elmentél. Ilyeneket tényleg ki kell próbálni. Köszönöm szépen. Csak leveszem a lábáról légy, papi. Puszi. Hármasugrás játszunk már, és itt van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Milyenek a kérdések, Jánsoa? Nehezebbek egy picit, mint a tegnapiak voltak. Kicsit bele húztál? Uh-huh. Igen? Na várjál, azt mondja, hogy... Igen, jó, mindjárt kapcsoljuk a hallgatót. Addig mondom az EB-s kérdésről, hogy nem hangzik el újra, senki ne is várja, sőt, mi több nyertes sem hívunk, tehát minden nap lesz egy kérdés, ahogy mondtuk, és mind az 5-öt helyesen meg kell majd válaszolni, de nem hívunk minden nap vissza egy nyertest, majd lehet, hogy pénteken a hallgató, szerencsés hallgató elmondja az 5 jó válasz, vagy mi elmondjuk, de hát úgyis tudjátok szerintem, hogy az adott kérdése milyen jó válasz, úgyhogy tessék holnap is figyelni bennünket, egyelőre ebben a játékban nincs nyilván eredményhirdetés, nincsenek napi nyerteseink. Jó, úgyhogy erre ne is számítsatok. Na. Én imádtam ezt a történetet. Zseniális. Hát ez Gyuri olyan sztorikba keveredik mindig komolyan, hogy... Csak vele történt. Persze, de... Tudod. De más... Az a jó benne, én azt becsülök benne, hogy csinálja, hogy végigcsinálja, és egy ideig még bírja is. Tehát más oda menne, egy perc múlva kifordulna. Nem? Ő tűr. Végigcsinálja, hát ha ő már kemény. Belement. Igen. Na, Juli, belemegy, többen kérdezitek, hogy tegyünk Facebookra, ha a Juli hozzájárul, nem tudom, simán. Hogy engedi, nem engedi, akkor egyet szívesen feldobunk, tényleg csak, hogy... A cseresznyefások közül. A cseresznyefás. Jó, nincs játékosunk, nem baj, lesz. Akkor gyorsan megmutatjuk addig. Tartunk egy pici szünetet, jó? Leadjuk a reklámot, és akkor előkerítjük a játékost, jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Class FM-en. 3:10 múlt, pontosan egy perccel. Hát ez... Én imádtam. A történet hatás alatt, hogy mi... Nagyon. Igen. Na, jön a játékosunk? Juliska, ne dumálj. Nyilván újabb portfóliókat. Mindent csinál. Beszél most le. Nagyon jó. Halló, jó reggel, ciao.
Szia, Zsuzsa vagyok. Hello. Kaposvárról. Hello, Zsuzsa. Na, egy picit megcsúsztunk a játékkal. Bele is vágunk, jó? Jó, oké. Várjál, ki kéne hangosítani, jó? Miért? Egy pillanat. Ne, semmiképp, Zsuzsa. Semmiképp, nem, mert jó. Akkor mi visszhangosak leszünk. Akkor bocsánat, jó. Kinek akartad? Hát a kollégáimnak. Mondd visszahangosan a kérdést, és akkor hallani fogják. Az egy rövid játék lesz. Ki rendezte a Titokzatos folyó, a Gran Torino és az Amerikai Mesterlövész című filmeket? Titokzatos folyó és az Amerikai Mesterlövész filmeket? Igen. Hú, passz. Nem tudom. Híres színész rendező. Hát. Igen, az Amerikai Mesterlövész, ez nagyon friss film. Clint Eastwoodról van szó. Igen. Aha, hát elbuktam akkor. Köszönöm. Ez egy nagyon rövid játék volt. Hát, bocsánat. Baj. Csak a játékos sajnálom titeket, hogy nem tudtok nyerni. Hát, nincs ezzel baj, hát elnézést nem kell kérned sem. Majd figyelj, de majd legközelebb próbálkozunk akkor. Igen, nem mondtam, hogy ez most kicsit nehezebb, ez így elsőre odapirított egyet ezzel. Igen, Jani, köszönöm szépen. Fel is írtátok, hogy Jani volt. Zsuzsa, köszi, puszi. Köszönöm, sziasztok. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, jó reggelt. Jó reggelt. Nincs kocsma, akkor a Feri oda nem megy. Hát az biztos, hogy én a polgármesterséget se értem a Polgár Petinek, mert ugye ő az, aki ott hát hogy vállalt el, hogy egy rohadt pálinkát nem azért az milyen? Biztos. Polgár Peti oda került, rögtön megszűnt a templom és a kocsma. Hát lehet, látott valami piaci rést, hogy ha nincs kocsma, akkor majd ott lehet valamit majd kezdeni. Nem? Nincs ebbe több. Jó. Peti, szegénykém. Hívjuk a naphallgatóját. Szegény Peti. Kedveljük, szeretjük. A beszélgetést. Kedveljük, szeretjük őt. Mi hangosan csöröget. Aztán már nem volt sikerünk annyira, nem? Nem. Ugye? Morning Show. Oh, hey, jó vagy. Szellemes volt, amit írtál. Hello, Laci, azt írtad. Na jó, hát ezt ne. Tényleg már. Júli, kérlek, hozd vissza a karácsonyi izzókat, mert holnap fotóznom kell. Küldte nekünk. Laci, ez esemes, valószínűleg megszakadt. Lacikám, te vagy a naphallgatója, mondtad, hogy Morning Show, úgyhogy ajándékcsomagot is kapsz. Jó? Megérdemled, nem tudtuk meghallgatni, hogy hol hallgat bennünket. Csabikám, mi újság? Hozok nektek egy Coldplay-t, akikről azt gondoljuk, hogy ilyen keserédes, melankolikus dalokat hoznak csak, de most a tavalyi lemezükről hozok egy, tehát nem a legfrissebbek közül, hozok egyet, amire a kritikusok is egyöntetűen mindenki azt mondta a nagyvilágban, végre egy kis lendület, végre egy kis energia, ez tud vidámságot is belevinni a dalokba. Úgyhogy egy ilyet hozok most. Pörgős Coldplay. Nem mondom, hogy pörgős, csak van benne energia, van benne lendület. Pörgőstől még egy kicsit messze. Amire még a kritikusok és a világ minden pontján azt mondták egyöntetően, hogy elmegy. Nem, tetszik mindenkinek. Adventure of a Lifetime, ez a cím. Hallgassátok meg. Tényleg, akik szerették eddig a Coldplay-t, nem fognak csalódni, de akik nem tudom, egy kicsit ilyen melankolikusnak érezték, azok most talán találnak benne valami olyat, amitől jobban odafigyelnek a csapatra. Meghallgatjuk, Csabikám. Jó munkát neked. 555-55-00 a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a